azért volt, és gyakorlatilag, hogyha ingyenesen terjesztettük, akkor az újság sokkal több olvasót érte az. Így lett az, hogy az újság végül is ingyenessé vált, egy év ilyen kísérletünk volt, és ingyenes maradt. Na most körülbelül 12 vagy 13 évvel ezelőtt a lapot akkor kezdett el az önkormányzatok település marketingje, mint olyan fontossá válni. Ez azt jelenti, hogy a település határon túli kommunikáció is fontos volt, hiszen az újság azóta több településünkkel kötött együttműködés alapján támogatást kap az előállítására. És mondanom sem kell, hogy a lap egyfajta lojalitással van természetesen mind a 13 településünk felé, azok felé is, akik nem tudják, nem engedhetik meg maguknak valamilyen oknál fogva, hogy az újságot támogassák. De ha híreik vannak, vagy programjaik vannak, akkor is megjelenik az újságban. Na most az újság tulajdonképpen olyan szinten vált közkedvelté, hogy erről visszacsatolásaink vannak, hiszen nem csak printelt formában jelenik már meg kb. 11 vagy 12 éve, hanem digitális formában is. Ez a digitális megjelenés azt jelenti, hogy van, aki a nyomtatott részét szereti, és van, aki pedig a másik felét olvassa, mert hogy változik az olvasói igény. De mind a két formában kikerül az olvasókhoz. Na most ennek már 11 vagy 12 éve, hogy például a WWW Dunakanyaron, vagy a Danubi televízió sajtótalózott szokott csinálni, a településeink honlapjain ott van, a közösségi oldalaira is föl szoktuk tenni az újságot a 13 településnek egy-egy közösségi oldalára. És tehát gyakorlatilag olyan szinten működőképes ez az újság, hogyha már nem jelenik meg, akkor folyamatos érdeklődés van, hogy mi a probléma van, vagy később jelenik meg pár nappal, vagy miért nem jelenünk meg. Na, hát két évvel ezelőtt volt a Covid, igen. Akkor olyan helyzetbe kerültünk, hogy bedőlt a reklámpiac. Teljes egészében semmi nem működött, és a támogatók önkormányzatainktól kértem segítséget olyan formában, hogy Szentendrén összeültünk, és hát elmondtam, hogy olyan helyzetbe került az újság, hogy nem tudjuk megjelentetni, csak akkor, hogyha támogatják. Akkor kiderült, hogy az önkormányzataink vezető emberei és a megítélések szerint ragaszkodnak az újsághoz, és kisegítették ezt a helyzetet. Hát sokkal több, hogy is mondjam, pénzünk azóta sem lett, mert a reklámpiac mellett a papírára miatt az elmúlt évben, 2022-ben ugyan bekalkuláltuk a papírára 30%-os növekedését, de az 220%-kal emelte meg a nyomdaköltséget. Tehát gyakorlatilag egy olyan helyzetbe kerültem, hogy a példányszámot lejjebb kellett vennünk az újságnak, a printelt példányszámot nyilván, mert attól még párhuzamosan megjelenik az újság, és jelen pillanatban hasonló tendencia van, ezért próbáltam konstruktív tervezetet készíteni az újság ezévi megjelenésére, amit a tavalyi támogatási összeg meghagyása mellett úgy gondoltam, hogy a kevésbé potentált hónapjaiban az évnek digitális formában jelenne meg a negyed évenként egy lapszám. Ami azt jelenti, hogy a hátralévő időszakban a júniusi, az augusztusi és a novemberi lapszámot csak digitális formában csinálnánk, és
így ki tudom gazdálkodni azt a nyomda költséget, amivel egész évben meg tudjuk jelentetni az újságot. És hát ez lenne a tiszteletteljes kérésem az önkormányzat felé, hogy az újságunk egy olyan érték, ami azért 18, mindjárt 19. éve egy olyan információ hordozó, ami nem pótolható, hogyha ezt abba hagyjuk, akkor lényegében ezt előről kezdeni egy ekkora ismertség mellett vétek lenne. És hát azért, hogy ide jöjjek Leányfalura, tehát Leányfalunak is a település marketingjétől elkezdve, tehát a önkormányzati információi, amik folyamatosan az újságban benne vannak, a kulturális hírei, a fürdő, a kerékpárutak, a bölcsöde, az iskolai hírek, és hadd ne soroljam tovább. Ezek sok esetben nyilván nem csak azt jelentik, hogy település határon kívül látják azt, hogy milyen tevékenység folyik itt, meg a kulturális eseményekről ne is beszéljek, hogy milyen tevékenység folyik itt, hanem lényegében egyfajta dokumentációja is a településnek, úgy gondolom, és reklámja, tehát PR-ja. És én azt gondolom, hogy ez eddig is fontos volt, és hát szeretném, hogyha a önkormányzat és a kulturális bizottság támogatná az újságnak a fennmaradását. Köszönjük szépen. Parancsoljon. Hát ez volt a kérdés. Parancsoljatok, tietek a szó, vélemény esetleg, hozzászólás. János, te? Azt hittem, hogy öltetted a kezed. De nem én nem fogadom ebben a körben. Én azt mondom, hogy szerintem ebben profitál a falu, és hát miután a tavalyi költségek olyan évek voltak, hogy nem tehetünk javaslatot se itt, én biztos, hogy a testületnek támogatom. Péter? Azt gondolom, hogy az a forma, hogy bizonyos lapszámok online formában jelennek meg, az akár még egy lehetőség is lehet, arra nézve, hogy voltak olyan hangok, nem tudom, ezeket nem szintetizáltam itt magamban, csak emlékszem rá, hogy nem mindig tudtak megjelenni azok a fajta programajánlók, hírek, gondolom terjedelmi okok miatt, amik Leányfalon voltak programok, és nem mindig került bele úgy, de hogyha ez online, nem tudom, jól emlékszem el, hogy voltak ilyen hangok, hogyha ez online formában esetleg a terjedelmet illetően nem okoz gondot, akkor ez egy jó lehetőség, hogy ez akkor be tud kerülni, nem tudom, hogy erre kapnak a megerősítést, vagy ilyesmi. Természetesen, mert az online, az most úgy emlékszem már több mint két éve, tehát amióta ugye a Covid által egy kicsit átformálódott az életünk, gyakorlatilag az online részét még hatványozottabban erősítettük. Tehát konkrétan én azt gondolom, hogy ezzel teljesen egyetértek önnel, hogy még sikerült olyan olvasókat is elérnünk, akiket esetleg korábban a print változattal nem annyira. És ez működik. És ezt ahol tudjuk, bővítjük, tehát lényegében amilyen fórumot találunk, azt gyakorlatilag bevonjuk ebbe a digitális változatba is. Köszönöm. A digitálisnak is ugyanúgy lapzártája és hasonló szerkesztés. Egyszerre készül. Tehát a print változatnak az elkészülésekor, ahogy az készen van, abban a pillanatban megy föl. De akkor ez a négy lapsz. Nem, már csak három, igen. Mert hogy túl vagyunk a januárban. Ja, jó, csak hogy egy éven belül. De hogy akkor az is hasonlóan ugyanabban a folyamatban történne, igen, mint a print. Igen, mindenképpen ugyanúgy történik. Tehát mintha ki lenne printelve. Csak, és azt is jeleztem, hogy és
amennyiben valamiféle változás állna elő, mondjuk a reklámpiacon, tehát véletlenül elkezdene felélenni a reklámpiac, vagy a nyomdai árak leszállnának a földre egy kicsit, mert már a papír megy vissza a világpiaci ára. Egyelőre ott tartunk, hogy lévén, hogy a média nyomja az újságot, január elején én egy olyan ajánlatot kaptam, illetve egy kommentel kaptam az ajánlatot, inkább így fogalmazom, hogy megpróbáltuk egy picit visszafogni. Na most ez az, mármint az árat. Ami azt jelentette konkrétan, hogy a papírára lejjebb ment a számlán is, de gyakorlatilag a műveleti költséget visszaemelték, és akkor ugyanannyi lett. És megkérdeztem, hogy elnézést, de hol lett visszafogva az ára az újságban? Tehát még mindig a média az, amelyik a leggyorsabb, tehát mi leadjuk este, és másnap itt van az újság. Ja, azért kérdeztem ezt, hogy ugyanaz a munka folyamata, mert hogyha az előző évben valamiért nem sikerültek, vagy nem tudtak bekerülni bizonyos hírek Lányfaluról az újságban. Konkrétan? Hát volt, bocsánat, mire gondolok? Nem tudom, most az a baj, nem készültem így, hogy minden kerül be, csak hogy voltak ilyen hangok, hogy valamilyen cikkek, vagy mit tudom én, késve kerültek, hogy az a baj, most nem tudok ezt ilyet idézni, de hogy azért kaptam fel a fejem, mert hogyha egy online újság van, akkor ott jellemzően nincsen terjedelmi korlát, vagy nem volna terjedelmi korlát. De hogyha ugyanolyan struktúrába készül el az online is, mint a print, akkor ott ugyanolyan terjedelmi korlátok fölmerülnek. Gondolkoznak-e olyanon, hogy esetleg az online-t azt olyan formában kitenni, hogy dinamikusabban érkezhessenek a cikkek, vagy a programajánlók, vagy ilyesmik, mert akkor ezt egy frissebben lehetne, naprakészebben lehetne tartani, máshogy fordul az ember egy digitális tartalom iránt, mint egy print irányt, mert az egyiket lapozgatja, kitesszük valahova. Bennünk van az, hogy ez print, tehát korábban lett kinyomtva, tehát máshogy fogjuk a kezünkbe. Míg egy online-nál elvárjuk azt, hogy naprakész legyen, és amikor ránézek, akkor az olyan, tehát mint egy ilyen honlap lenne, vagy egy portál. Tehát, hogy ilyenbe gondolkoznak, nem így értik a digitálist, hanem úgy, hogy csak föl, vagy így. Teljesen értettem, hogy mit gondol. Ezen már régen gondolkozunk, és őszintén szólva ennek anyagi okai vannak. El is kezdtem már tervezni a honlapot, amely ezt lehetővé tudná tenni. Na most jelen pillanatban az előállítás működő képességével küzdködünk, tehát fejleszteni a nincsből nem tudok. Egyébként semmi akadálya, mert mondom, már el is kezdték tervezni, még mielőtt ránk szakadt ez a rossz anyagi helyzet, mert akkor, amikor működik a reklámpiac, amikor a papírárak normálisan működnek, és az újság nyomtatási, mert itt tulajdonképpen a nyomtatás borított a legtöbbet. Tehát olyan irreálisan emelkedett meg, és tehát tudja jól, egy honlap elkészítése, és akkor annak a további szerkesztése, ez mind pénz. Tehát ha nincs az újságnak a szerkesztésére jelen pillanatban, csak úgy megszorítva, hogy az önkormányzatok támogatása, ami tulajdonképpen nem egy nagy összeg, de jelen pillanatban létszükséglet. Akkor én hiába szeretnék ezen gondolkodni. Egyébként a távlati tervek között természetesen azt remélem, hogy előbb-utóbb ezt meg fogjuk tudni tenni. Köszönöm szépen, Lóni vagy Angelika, Éva. Szóval én nem szeretek nemet mondani, vagy ellent mondani, de az az igazság, hogy őszintén el kell mondani, hogy a költségek növekedése az bármilyen sajnálatos, hogy az újság nem csak az újságot érinti, hanem ugye érint minket is, önkormányzatot, ugye éppen most vagyunk, most kell benyújtani a következő héten, illetve két hét múlva a képviselőtestületi ülésen az idei költségvetési tervezetet, amit ugye jövő hónapban el is kell, hogy fogadjuk,
annyira bizonytalanok vagyunk, mert egyszerűen nem tudjuk, hogy például az energiaköltségeket hogy tervezzük és mennyit tegyünk be. Tehát ez takarékosságra sarkalja az önkormányzatot, a képviselőtestületet, és ugye előre bocsátanám Katalint, hiszen ismerjük régen egymást, hogy nem az ön szakmai munkája és személye ellen van nekünk bármi kifogásunk is, hanem hát meg kell húzni a nadrág szíjat. Költségvetési fedezet, nem tudom, hogy lenne, hogy tudnánk ezt biztosítani. Mivel? Nekünk van egy saját újságunk, ami szintén kiadás. Ugye ez 12 hónapon keresztül jelenik meg, azon kívül van egy hírlevelünk, és van egy honlapunk. Tehát tulajdonképpen minden olyan információ, ami a Dunakanyar hírmondóban megjelenik, az minden hónapban megjelenik, ilyen, például itt van már az újság, ugye a polgármester úr mindig részletes tájékoztatást ad az önkormányzat beruházásairól, pénzügyi helyzetéről, a beállított kulturális kérdésekről, tehát minden olyan, ami a Pilis-Dunakanyar hírmondóban megjelenik, az mind megjelenik a mi újságunkban, hírlevelünkben, honlapunkon. Én megmondom őszintén, hogy ugyan mi csak javaslatot teszünk, tehát mi nem döntéshozók vagyunk, ezt előre bocsátom. Kulturális Bizottság elé behozta a polgármester úr, a képviselőtestület dönt erről. De úgy, ahogy itt előttem szólók is mondták, egy kicsit ambivalens vagyok, én nem biztos, hogy tudom támogatni most ebben az évben ezt a költséget. Ugyan azt tetszett mondani, hogy hát ez nem olyan nagy pénz, azért 660 ezer forint azért elég nagy pénz. Pláne úgy, hogy duplikátum, mert hát megjelenik, minden hónapban megjelenik bőségesen. Köszönöm szépen. Nem tudom, akarsz előterjeszteni. Hát ugye most a következő forduló az a költségvetés, vagy a pénzügyi bizottság és ott is meg kell kutatni a pénzügyi részlet, itt most az intézés. Igazából azt kell, hogy javasolja a bizottság, vagy nem javasolja, erről kell majd szavazni. Lehet? Persze, csak az előterjesztőnek adtam meg. Csaba. Tehát alapvetően ott egy picit úgy érzem, hogy félrecsúszott a dolog, amikor azt fogalmazta meg, hogy ugyanaz az információ megjelenik a helyi lapban is, mint itt. Tehát egy regionális lapnak más a funkciója. Teljesen más a funkciója, és más a település marketingje is. Hiszen azzal indítottam ezt a kis bevezetőt, hogy a települések közötti híráramlás. Na most, ha vannak települések, akik hát nem szeretnék azt a... Most csak nézzük a termálfürdőt. A termálfürdőnek rengeteg információja van minden hónapban, és én azt gondolom, hogy nagyon sokan jönnek a térségből is, ahová a helyi lap nem megy el. De sorolhatnék nagyon sok olyan témát, hogy vannak kulturális programok. A kulturális programokra jönnek Szentendréről, jönnek a Szigetről, jönnek Dunabogdányból. És a helyi újság az nem biztos, hogy most bemegy a honlapra, hogy megnézze a helyi lapját a leányfalunak, vagy akár bármelyik, mit tudom én, Dunabogdánynak, vagy Szentendrének. Tehát az el se jut a többiekhez. És pontosan ez a lényeg ennek ezért jött létre, hogy a hírközvetítést, a híráramlást lehetővé tegye a településeink között, mint egy ilyen szomszédolás, ezt a lokálpatrióta érzést, hogy összetartozik a szentendrei járás és a lakosság. És ezt hát a Csaba polgármesteri prosperálásának az idejében is nagyon támogatta, hiszen nem fogom elfelejteni, mikor azt mondta, hogy valami olyan információ csúszott be az egyik anyagba, amit másképp gondolt, és azt mondta, hogy Kati, ezt ki kell javítani, mert a maga újságját úgy viszik, mint a cukrot. Ez nem változott. Tehát én azt gondolom, hogy ha Leányfalut megfosztjuk attól a fajta információ közvetítéstől,
amit ez az újság felvállalt annak idején a polgármesterek közös döntése alapján, akkor ez egy nagyon nagy hiányosság lesz a településen élők számára is. Itt ez a lényeg tulajdonképpen, hogy most megtörni egy olyat, ami lassan két évtizede jól működik, és ebben egyetértettek a Covid-kor kisegítő polgármester urak is, hogy nem szabad az újságot hagyni bedőlni. Hát én minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy szolgáljam azt a fajta elvárást, amit az olvasók a Dunakanyarban elvárnak ezzel az újsággal szemben, és sikerrel. És ezért kérem azt, hogy gondolja meg Csaba kedves, mert én tudom azt, hogy az önkormányzatok milyen helyzetben vannak. Minden önkormányzat ilyen helyzetben van. De épp azért próbáltam ezt a fajta konstruktív javaslatot adni, amit valahogy elbírt az önkormányzat, ami a kommunikációs keretben nem hogy belefér, de egyfajta tárgyterek biztosít annak, hogy a település ne csak az itteni, hogy is mondjam. És hát nem csak az jelenik meg, bocsánatot kívánok, ami a helyi lapban jelenik meg. Nagyon sokszor egészen egyedi anyagok jelennek meg, sőt mindig. Igen, amit tetszett mondani, az mondjuk akkor volt, hogy mondjam, teljes mértékben helytálló, amikor még nem az volt, hogy mondjuk négy szám interneten, ugye, hanem akkor ugye egy nyomtatásban jelent meg a lap, és abból tájékozottak az emberek. De most már, hogyha csak 8 szám jelenik meg, és 4 szám csak interneten jelenik meg, akkor már eleve rászoktatjuk az embereket arra, hogy nézzen van, de 4 hónap utána nézzen, akkor már következő hónapban is. Én most csak azt tudom mondani, amit látok a remitenda, ami itt is, ott is, ahol ki van rakva a lap, még a hónap végén is ott van, tehát most már nem viszi. Hol? Hát ahol ki van nekünk rakva az újságot. De csak neked? Egyet mondjon nekem, hogy hol marad meg, mert mi még ezt nem tapasztaltuk, én sem. Én megyek. Hát végig tetszik járni itt Leányfalun, ahol itt ki van téve. Nem csak Leányfalun. Na de én most Leányfalunról beszélek, mert én nem, de szóval marad újság belőle, ezt higgy el nekem. Hát, de mondom, a mi bizottságunk az csak javaslat, mi nem hozunk döntést, mi csak javaslatot teszünk. Én lelkiismeretem szerint, mivel a költségvetési rendelet végrehajtásáért ugyan egyszerűen a polgármester úr a felelős, de a képviselő testületének úgy kell dönteni, hogy ne hozzuk kellemetlen helyzetbe az önkormányzatot. Én a magam részéről, és nem a bizottságom nevében beszéltem, mert az én szavazatom is csak egy. Tehát én nem tudom támogatni, de én fölteszem most akkor szavazásra a kérdést, hogy ki, ugye ismertetném, ugyan ez az előterjesztés, ez már a 23-ai képviselőtestületi ülésre szól, úgyhogy ez fog megfutni a pénzügyi bizottsági ülésen is, aminek a határozati javaslata úgy szól, hogy Leányfalun Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete az előterjesztés első számú mellékletét képező kérelmet, ezt, amit Csatordai Katalin szerkesztő asszony idehozott nekünk, valamint a Leányfalun Nagyközség önkormányzat és a Pilis Dunakanyar hírmondó kiadója közötti 2023. évre vonatkozó támogatási megállapodás tartalmát megismerte. A képviselőtestület úgy dönt, hogy az önkormányzat a 2023. évre vonatkozóan a támogatási szerződést nem kíván kötni, vagy 2023. januártól 2023. decemberig tartó időszakra támogatja a Pilis Dunakanyar hírmondót évi 660 000 forint díj ellenében, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. Tehát ez fog bemenni a pénzügyi bizottság elé is, és ez lesz a képviselőtestület előtt is. Akkor én fölteszem ebben a sorrendben, ahogy az előterjesztő ezt az előterjesztést elkészítette, hogy ki az, aki támogatja, hogy a bizottságunkból, hogy ne kívánjunk szerződést kötni a Pilis Dunakanyarral.
ez az A pont, úgyhogy tehát, hogy nem kívánja. Tehát aki nem kívánja, igen. Ki az, aki nem kössön, szerződést, igen. Így szól az első. Akkor szavazzunk készszertartással. Kettő, három, igen. Ki az, aki tartózkodik? Ki az, aki ellene van? Mint hogy kössön. Akkor kössön. Tehát akkor... Kulturális szempont. Igen, igen. Tehát akkor... az a következő. Éva, te hogy? Én igen. Hogy köszön. Akkor 3-2 arányban igen, köszönöm. Akkor a másodikat nem is kell már föltennem szavazásra. Köszönjük szépen, és elnézést, hogy... Igen. Második napi rendi ponton következik. Döntés lehet a Tündérkert óvoda és a konyha nyári zárvatartásának idejéről, a nyári ügyelet biztosításáról, valamint az óvodai általános felvételi időpontjáról előterjesztő a polgármester úr Karácsony. Jó étvágy, nem baj, csak gyors mondtam egy kicsit, nem figyeltem. Minden évben testületnek próbál kell adni az óvoda által benyújtott nyári menetrendet. Ezt mindig a bizottság szokta értékelni. És azt majd kérem szépen a óvodavezető asszonyt, hogy röviden támaszol rá, hogy miért ebbe az időpontba és miért ennyi időt szeretnének a óvodapedagógusok nyári szünetként ebben az esztendőben. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Két jóváhagyásra lesz igen szükségünk, az egyik az óvoda beiratkozás a 2023-24-es nevelési évre. Ez évek óta április vége fele szokott lenni, ez egy egész napos lehetőség, reggel 7 órától délután 4-6-ig jöhet meg a szülő, aki kapva az évbe. Ez április 24-e lenne, a másiknak az óvoda nyári zárása. A nyári zárást 4 hétre terveztük, tehát még régi időben is, mikor én voltam a vezető, és folyamatosan 4 hét volt a nyári zárás. Ez idő alatt történik a konyha, az óvodai épületeknek a tisztasági festése, a karbantartása, a nagy takarítás, és a dolgozóknak, a pedagógusoknak a kötelező szabadságának az ökkenőmentes kiadása. A 138/1992-es kormányrendelet is azt írja elő, hogy a pedagógusoknak a nyári szünetbe, ami június 1-től augusztus 31-ig tart, akkor kell biztosítsa a szabadságoknak a kiadását, és nem a szorgalmi időszakban. Ezért szeretném kérni a testületnek, a bizottságnak a támogatását a 4 hét nyári zárásról. Köszönjük szépen. Ilyetek a pályatesség. Kérdés esetleg? Amennyiben nincs előterjesztő két polgármester úr. Ő szokott merülni, hogyha mégis van olyan szülő, aki a gyermeke igényelne, vagy nem is a gyermeke, hanem a szülő igényelne, hogy a gyermekére mégis vigyázzon valaki, hogy milyen megoldások lehetséges, ugye arról van szó, akkor azt szokott lenni, hogy akkor nekem kell egyeztetnem a környévő egy polgármesterekkel, leginkább Pajtót faluval, hogy akkor abban az időszakban le tudják-e fogadni azt egy 2-3 gyermeket, akire esetleg igény van. A korábbi esztendőben, amikor ilyen felmerült, akkor még jelezték is erre, hogy szeretnének ilyet kérni, amikor oda került a sor, akkor is nem kértek ilyet, tehát általában megoldják a szülők. Tudjuk azt, hogy a szülőknek nehéz megoldani a 4 hetes szabadságot, hiszen azért mind a két szülő dolgozik, akkor nehéz összepasszítani, de hál' Istennek azért a szülők nagy része általában ezt meg tudja, sőt, hát mindenki meg szokta tudni oldani, még ha nehéz is, hogy együtt legyen a gyerekével nyáron 4 héten keresztül, de talán tehát, hogy ez igen, nehéz, de mindenki próbálja megoldani, és az oldának meg hát ezek szerint szükség van erre a 4 hétes gyenőre. Nem szokott ebből probléma lenni, hogy a szülők nem tudják megoldani azt a 4 hét
akkor én tanított falu intézményvezetőjével már megbeszéltem, hogy akkor, amikor ők nyitva vannak, kizárva, mondtam az egy hét, akkor át tudják venni azt az egy-két gyereket, aki erre igényt tartanak. De ez is még a régi-régi rendszerben, még előző vezető idejében tudom, hogy volt ilyen, hogy két-hárman igényelték, de ott volt az ideje, akkor nem vették igénybe ezt a lehetőséget. Nincs annyi, hogy az elmúlt két-három esztendőben, hogy a Covid miatt volt ebben változások, mert amikor a Covidos időszak volt, akkor ugye, mikor megnyílt minden, akkor nem akartuk az ellenzódát, tehát abban az időszakban, akkor a nyári időszakban nem volt szabadság, hanem akkor a szülők vihették a gyermekeiket a óvodába, akkor úgy látom, hogy indokolt volt az, hogy a szülőknek megteremtsük ezt a lehetőséget, hogyha végre lehet dolgozni, akkor ne kelljen ott maradniuk. Most rá nem látszik olyanok egyelőre, ami miatt ez szükséges lenne, úgyhogy hát ha tud ez így működni, hogy akkor a pedagógusok is elmenjenek szabadságra ebben az időszakban. Köszönöm szépen. Akkor, ha nincs több hozzászólás, akkor ismertetném a határozati javaslatot. Tehát a Kulturális Bizottság a képviselőtestületnek javasolja, hogy a 2023-24. Nevelési évre vonatkozó beiratkozás időpontját 2023. április 24-én 7 órától 17 óra 30-ig állapítsa még. Aki ezt támogatja, a képviselőtestület felé kész feltartásra jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangú. És a másik pedig, hogy a Kulturális Bizottság a Tündérkert óvoda és konyha nyári zárvatartási időtartamát 2023. július 17-től augusztus 11-ei között állapítja meg, a nyitás időpontja 2023. augusztus 14-e. Aki ezt határozati javaslatot támogatja a képviselőtestület felé, hogy hozza meg, akkor az készfenntartásra jelentve. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangú. Következő napirendi pontunk a harmadik, tájékoztató Leányfalu nagyközség. Köszönöm szépen a megjelenést. Helytörténeti ismertetőjéről professzor dr. Redő Ferenc úr az előterjesztője. Légyen kedves professzor úr, foglalj helyet itt az előmelegített széken. Szépen köszönöm, hogy időt szakítanak erre, amikor én ezt a rettenetes tárcsorozatot megláttam a meghívó levélbe, akkor elszégyeltem magam, hogy miért is jelentkeztem én arra, hogy még csúlyosbítsam a pontjait a kulturális időt. Felkérést kaptál, professzor úr, felkérést kaptál. No, most azt szeretném csak egészen röviden elmondani, hogy az, amiből ez az egész monográfiával kapcsolatos feladat felmerült, ez ugye úgy történt, hogy a Bedő Szilvi, aki a helytörténettel foglalkozott és a könyvtárban, mint a Lia néni örökös, ezt a témát vitte el, mert sajnos Lányfaluról, és én megörököltem azt a munkát, amit ő a Lia néni hagyatékának a feldolgozásával ellátott. Na most ebben az komoly előrehaladást tettünk már benne, de azt mondhatnám, hogy körülbelül az egyharmad részét ismerem a Lia néni gyűjteményének. És ennek az egyharmad résznek a birtokában biztosan tudom mondani, hogy a monográfia erre nem tud támaszkodni. Természetesen mindent fel kell használni, amit a Lia néni által felgyűjtött anyagban benne van, de maga ez az anyag oly mértékben struktúrálatlan, és oly mértékben vannak benne, hogy a ismétlődő is, természetesen olyan részek, amelyekhez ő hozzáfért, hogy egy falu történethez ez így nem volt elegendő. Ezért én megpróbáltam felmérni azokat a hiányokat, amelyek az ismereteinkben benne vannak, és személyesen felkérni szakembereket arra, hogy ez
más területek, amikről azt hittük, hogy tulajdonképpen ez már megvan, ezekhez képest bizonyos értelemben el vannak maradva. Az első dolog mindjárt, amit szerettem volna megoldani, és ami úgy tűnik, hogy egész jó lesz, az az, hogy Leányfalu történetéhez nem csak maga a történet tartozik hozzá, hanem ennek a területnek a földtana, az állatvilága, a növényvilága, és így tovább. Mert ezek fontos részei annak, hogy Leányfalu története miért olyan, amilyen. Csak egy példát mondanék. Földtan nélkül nehéz megérteni, hogy miért lehet egy strandfürdőt, meleg vizet találni a föld alatt. És még egy pár ilyen dolog. Ebben a vonatkozásban a polgármester úr tevékeny közreműködésével behálóztuk az Ibolj-Duna Nemzeti Park tudományos gárdáját, ahonnan három kiváló specialistát szereztünk, egy geológust, egy botanikust és egy zoológust, akik megírták már a munkáikat, el is küldték nekem. Én ezekben bizonyos hiányosságokat és pótlandókat érzékeltem, ezeket visszaküldtem, és dolgoznak rajta. Minden esetre olyan információk vannak ezekben a dolgozatokban, amelyek nem közismertek Leányfalun is, amelyek szerintem fontosak, érdekesek és tetszeni fognak azoknak, akik ezt olvassák. Az ókorral vonatkozásában, hogyha utána már úgy az a történelemre térünk, akkor hát itt voltak nekem is kezdeményezéseim, ezen kívül beavattam a kérdésbe egy szentendrei kollégámat, Otto Mány Katalin, most már Dunabotányban él, Tahiba, bocsánat, aki szintén nagyon szép dolgozatot írt, ez is megvan már. Nagyon üres hely volt tulajdonképpen a Leányfalu Árpád-kori története. Árpád-koron, a történelem tudományban az Árpád-házi királyok korát értjük. Tehát amiről beszélek, az mondjuk a Szent Istvántól kezdve Nagy Károlyig, Róbert Károlyig tartó időszak, amiből szintén nem volt megfelelő információink. Ezzel kapcsolatban egy érdekes vizsgálat volt, amiről ugyancsak van írásos anyag már arról a bizonyos templomromról, ami a Hunyadi János utcában van, amit megcsináltak ezek a kollégáim, akik itt jártak, és ilyen antropometrikus és talajradaros vizsgálatot végeztek azon a helyen, ahol az első templom a Leányfalunak létezett, és erről is tudunk anyagot produkálni. Na most, ami szintén hiányzott még, és borzasztóan örülök neki, mivel hogy ez az Árpád-korban létezett falu a görögkorban tökéletesen elpusztult, ezt onnan tudjuk, hogy az első katonai felmérés második József idejében. Azon a térképen, ami Leányfalu táblázolja, három házat jelöl. Ezek azok, amelyek a Pocsmegyeri révvel, a Pocsmegyerrel szemben voltak, és semmi többet. Ehhez képest sikerült találnom egy Keresztes Dóra nevű nagyszerű levéltáros kollégát, aki a törökkorról egy gyönyörű dolgozatot írt. Ez is megvan már most a rendelkezésre a monográfiában. Szintén szépen kidolgozott rész az, amit mindenki ismer, a Kis Gábornak a könyve, amelyik a leányfalusi újrabetelepülést, tehát az 1860-as évtől kezdve a Leányfalu újrabetelepülését tárgyalja. Mindezek a dolgozatok, amelyek eddig rendelkezésre állnak, van itt aztán még néhány ezeknél kisebb tematikus ügy. Azt a
szerkezetet, abba a szerkezet, abba az irányba tolták el az én véleményemet arról, hogy milyen szerkezete legyen a monográfiának, hogy legyen benne egy általánosan az egész lánykarosi történeten végig vonuló, hogy mondjam, fő dolgozat, és emellett legyenek benne speciális tanulmányok. Ezt szokott dolog a tudományos munkában, mert nem lehet az egészet olyan mélységig feldolgozni, mint ahogyan például Keresztes Dóra földolgozta a törőkort, vagy mint ahogy Ottományi Katalin földolgozta a római kori kerámiát, amit így gyártottak ebben az erődben, ami a benzinkút mellett van. De hát ezeknek a dolgozatoknak a mélysége és a színvonala olyan, hogy azt nem lehet az összes többitől elvárni, hogy ugyanolyan legyen. De ha van egy olyan, egy olyan keret, történelmi keret, amiben ezek a dolgok, mint speciális tanulmányok beleilleszkednek, akkor ez szépen fog kinézni. Ezért én azt a javaslatot szeretném tenni, vagy ehhez szeretném a Kulturális Bizottságnak a véleményét ígérni, hogy ez tehát egy olyan monográfia sorozatban, vagy olyan monográfia legyen, amelyik így épül fel ezeknek a speciális tanulmányoknak a segítségével, akkor ott nagyszerűen azt is meg lehet majd látni, hogy mi az, ahol még lehet valamilyen elmélyültebb munkát végezni, vagy kutatást folytatni, és mi az, ami már most olyan fázisban van, hogy nem tulajdonképpen tovább nem nagyon tudom menetelni. Csak jelezni szeretném, hogy amikről beszéltem, azok megvannak, ez kb. 160 oldal, ami eddig van. Nincs még ebben benne például, ami szintén egy ilyen special study lesz a Nagy András részéről a színészek és operisták fejezete. Hasonlóképpen az írókról Terike és Bedő Szilvi fog ugyancsak csinálni egy ilyet. Tehát ezek még oldalszámban ezekről nem tudok referálni. Ami eddig van, az ez a bizonyos 160 oldalon. Ezt a tájékoztatást szerettem volna tartani. Köszönjük szépen, professzor úr! A bizottság tagjai részéről van valakinek nagy várakozás van. Igen, parancsolj talán most. Köszönöm szépen, csak a professzorhoz kérdem, hogy van viszont. Egy valamire Isten áldjon, mert ne professzorozzatok engem, nem vagyok professzor. De jó, professzor is vagy, latin tanár is vagy, régész is vagy, minden vagy. Kérdés felé, hogy szerkesztői munkát fogsz ebben eszközölni, tehát hogyha megjönnek ezek a különböző tanulmányok, ez ugye eltérő nagyságú, tartalmú, hogy lesz-e valami fajta szabászóló, ami kell, vagy pedig hagyjuk ezeket a maguk teljességében megjelenni, ugye? Hogy látod ennek a jövőjét? Hogy én nekik előírjam? Nem, hogy nagyon sokfajta tanulmány, ezek mind egyből egyik jó, úgyhogy vannak, hogy kell-e az ember, hogy bármifajta rövidítést, vagy tartalomkiemelést eszközölni, vagy pedig mindent belerakunk. Én úgy értettem, hogy megrendelte és elkészítik a munkát, és ami nem olyan, azt visszaküldte, hogy javítsa ki a geológus, mert tévedett. Ilyenek voltak, hogy ugye gyönyörűen ezek a Lipoly, Duna menti. Dunaipoly, bocsánat. Dunaipoly, na hát a lő. Teljesen ilyen természetvédelmi szempontok szerint vették a dolgot, úgyhogy olyan gyönyörűséges leírások vannak mindenféle harasztról, meg bogárról, meg nem tudom én mi, hogy röpül, de vaddisznókról nincsen szó benne, pedig azokkal sokkal többet találkozunk. Meg szarvas, meg ő sem volt benne, ott volt, hogy hát igen, van ilyen is. Na most arra kértem őket, hogy egy picit amellett, hogy, mert ez természetesen fontos, hogy ezekről a különböző jégkorszaki és egyéb maradványharasztókról is tudjuk.
De mellette az se baj, hogyha a vörösbelyről is tudunk valamit. Tehát ez például mondjuk egy ilyen dolog volt. A legóriásibb az egyébként a geológusé volt. Én nem tudom, hogy a keserűshegyi vulkán kinek mond valamit a szobában. Őrület, hogy milyen érdekes dolgozatot írt. Hogy ezek a hegyek, a vöröskő, hogy ezek hogy alakultak itt ki, és hogy nézett ez ki a földtörténetnek abban a szakában, amikor a bölbeség, amiben ahogy a Duna most itt elfolyik, kinéz. Nagyon érdekes. Írtam is neki, hogy hát Vince Péternek hívják, hogy milyen nagyszerű dolog ez, és hát senki, én nem tudtam róla legalább. Mire azt mondta nekem, hogy ne csodálkozzak ki, hogy nem tudtam róla, 2007-es az a publikáció, ahol ezt felfedezték. És hát azért ilyen dolgok lesznek benne, ilyen értelemben mondtam azt, hogy a tudomány legeleje van benne a dolgoknak abban a részében, ahol ilyen volt, és ahol nincsen, hát ott pedig lesz egy luk, és ezért nem érdemes azt mondani, hogy minden legyen olyan, mint amilyen a geológiáé, mert nem tud olyan lenni. De hogyha a szerkezet, amit használunk, az olyan, hogy van egy általános történelem az elejétől a végig, és azután ilyen special studies formájában ott vannak azok a helyek, azok a részek, ahol különösen érdekes és különösen új eredmények vannak, akkor ez emelni fogja a dolgozóvonalat. Akkor úgy kérdezem, hogy ez csak a szöveges rész, és akkor ez majd lesz képanyag is, tehát mi az a teredre, amivel tudok gondolkodni egy monográfia esetén, tehát hogy ez egy több kötetes lesz, tehát hogy lányfalú összes, vagy hogy képzeljük el majd? Ez egy nagyon érdekes dolog. Én természetesen arra is gondoltam, hogy az életnek olyannak kellene lenni, hogy nagy kedvel vegyél kezébe, akár mindenki. És ennek az a módszerének tartom azt, hogy nagyon szépen legyen illusztrálva. Aminek mert ha képek vannak benne, hát az azért mindig főzi az emberiséget. Tehát képeket is kértem mindenkitől. Nagyon érdekes, képzeljétek el, hogy nincs egy tisztességes térképe a Pilisnek, csak is Egrádi egység. Hát mindenhol oda lyukadunk ki, hogy ott a turista térkép. Ez azért kemény. Hát én nem hittem volna. Minden esetre van ilyen lapunák is vannak még a dologban. Tehát minden esetre azt szeretném, ha nagyon szépen lenne illusztrálva, és az segítene eladni azt, hogy egyes szövegek talán nehezebbek. Ennek megfelelően én azt gondolom, hogy ez lesz a szerkesztésben az a legnagyobb, ez lesz az, amiért ez egy hosszabb mű lesz. Most én úgy érzem, hogy ez egy olyan 350 oldal. Hát ez nem olyan hosszú. Az jó. Kérdés? Tehát a minőségből nem szeretnék leadni a szöveg minőségéből. És azt meg viszont képekkel lehet megedni. Kérdés van? Krakó, hogy Ákos Lécses, ülj ide, mert szavaznod kell, úgyhogy ne. És lássák, de jó, de lássák azt, hogy szavazol, úgyhogy itt van szép Lécses, foglalj egy helyet. Késősen ok egy kiadat szerkesztés, hol van szép, bocsánat? Itt mögöttem. Üljek mögé, Csaba. Nem, szép, jaj, nyomcsmány. Jaj, köszönöm. Én csak annyit szeretnék kérdezni, hogy örültem, amikor professzor úr azt mondta, hogy egy gazdagon illusztrált könyv, és én most a logikustól több ilyen kiadványt kellett, hogy szerkesztek, vagy legalábbis jóvá hagyjak, és az volt a keserű tapasztalatom a tartalmán túl, hogy egy kiadványt, ahogy tud színesíteni a fotóillusztráció, úgy nagyon el is tud rontani, amikor 20 féle fotós látásmód van, vagy leginkább mondjuk a cikk szerzője azt hiszi, hogy ő fotózni is tud, és lefotózza ezeket a dolgokat, hogy lehet-e azzal számolni, vagy lehet-e majd, hogyha eljutunk odáig, hogy ennek van egy költségvetése, akkor legyen egy A, illetve egy B költségvetés ahhoz, hogyha ez egy valóban szép kiállású kiadvány kell, hogy legyen,
azt én tapasztalatból mondom, hogy a rossz fotók el tudják rontani. Bármennyire is tökéletes a tartalma, egy rossz fotó az lehúzza az egésznek a hangulatát. Tehát, hogy adott esetben számolni azzal a lehetőséggel, hogy kivel lehet ezt fotóval illusztráltatni, vagy találni egy olyan megoldást arra, hogy ezek a fotók a tartalom mellett optikai megjelenésbe is kölcsönözzenek egy kiállást ennek a kiadványnak. Jó a felvetésed, bár már ott tartaná. Nem, csak mondom, hogy... De jogos, bár már ott tartaná. Szerintem ez egy hosszú távon egy megkerülhetetlen kérdés lesz, hogy kiváló szerzők megírják a tanulmányaikat, egy kiváló szerkesztő azt összeszerkeszti, amikor megvan a törzsanyag, azt viszont elrontja egy rossz tördelés vagy egy rossz fotóillusztráció, mert akkor a tudós urak, hölgyek azok szinte a semmilyen dolgoztak, vagy legalábbis nem egy élmény számolni. Hát ugye a professzor úr, tudok idézni, hogy ki a könyvében professzor, amikor Olaszországban meglátogattak a részektábornokokkal, leprofesszorozott a közös barátunk. Na szóval, Ákos, nem voltál itt az elején, amikor professzor elkezdte, szóval ezek felkért különböző tehetséges embereket, hogy írjanak meg egy-egy fejezetet. Na most feltételezem, hogy például dr. Nagy András, hogy amikor a Alszegi Kálmánról, Hetyei színművésznőről, Helyei Arakáról ír majd, ugye akkor ugye ott adottak a fotók. A Trezsa, Szilvi, mikor Móri Zsigmondról, Márairól, stb. Ott is adottak a fotók. Most itt, amiben neked nagyon igazad van, itt ez a geológus, zoológus, ez a rész, amikor a tájról esetleg, hogy az valóban olyan legyen. Úgyhogy, de ismerjük a professzor úr elkötelezettségét és igényességét bízunk benne, hogy ez a 350 oldalas végre megszületendő helytörténeti kiadvány, ez egy kiváló lesz. Úgyhogy nagyon szépen, ha nincs egyéb hozzászólás. Én annyit mondanék, hogy ez egy fontos, mert a botanikus is, meg a kronológus is például, ő melléke. Kicsit ettől tartok, de... Az az igazság, hogy arra viszont nehezen vállalkoznék, hogy én pont olyan cincért fogok tudni találni, hogy egy jó fotóssal együtt, aki aztán a cincért azt igazán meg tudom. Inkább azt hiszem, hogy talán valami olyasmi lehet ennek a dolognak majd a megoldása, és az a Csabának a hozzászólásában is benne van, hogy ha azt mondjuk, hogy az a fotódokumentum, akkor egy kicsit el lehet attól térni, hogy nem olyan minőségű, mint a másik, mert doksi. Hát most az izéről, akármit csinálunk, Ney Dávidról teszem fel opera énekes, ugye. Lesz egy fotó, nem fog tudni olyan lenni. Jó. De dokumentumnak dokumentum. Mielőtt megköszönném, még a Teri szeretne a parancsolégyet. Hogyha ez monográfia lesz, vagy ugye monográfia lesz, akkor ha lenne személyes tanácsod, hogy amikor írják a tanulmányokat neked, akkor légy szíves mondd el, hogy ez halandó emberek számára készül. Tehát a 123 lábjegyzetét a négyes szemüveggel nem szeretném bogarásztása. Tehát... Terikének abszolút mértékben igaza van. A szegény Nince Pétert, a geológust kellett egy kicsikét leoltanom, hogy az ég áldja meg, fogalmazza már át. Mert ugye minden szakterületnek van egy terminológia, az a terminológia, amit ők használnak. Na hát ez a geológus dolgozat, amit először elküldött nekem, az olyan volt, hogy nyugodtan el lehetett volna vizsgázni belőle, mert azt nem, hogy mondjam, tudta kellőképpen megítélni, hogy hogyan írjon valakinek. Én mondtam neki, hogy tételezzük föl, hogy én egy általánosan művelt ember vagyok. Ha én nekem is nehéz, akkor baj van azért, akkor azért egy kicsit kellene.
Úgyhogy mondta, hogy érti, bocsánatot, és akkor most a megint fogalmaz. Hát a jó kezekben van akkor a gondozás. Erikém, nagyon szépen köszönjük, és akkor talán azt hiszem megfogalmazhatom a bizottság nevébe azt, hogy amikor úgy érzed, hogy egyet léptetek, akkor légy olyan kedves, jelezd, és akkor nagy szeretettel várunk újra a Kulturális Bizottság ülésen egy ilyen élvezetes beszámoló erejéig. Jó? Köszönöm szépen, és akkor kérem, hogy fogadjuk el a tájékoztatót. Szerintem egyhangú megállapítottam. Köszönöm. Szívesen látunk, ha maradni akarsz. Ha menned kell, akkor menjél. Következik a negyedik napirendi pontunk, Prokultúra Leányfalu Nonprofit Kft. Beszámolója a 2023. januárban visz szakmai munkáról, valamint a február havi tervekről Szelekoszki Beáta ügyvezető asszony, és reméljük majd Gerhard Katalin irodavezető asszony is lassan megérkezik. Hol van? Ja, szevasz, besúnyog, hanem a gyere, ülj, gyere, ülj. Köszönöm szépen, akkor tietek a szót. Hát, bocsánat, van egy ilyen. Tudnélik, azért lett elnézést, változott a napi rend, ugye? Ezt a szemén az elején mondtam is, tudnélik, elnök asszony jelezte, hogy ő csak olyan 3-4-6 óra körül tud ideérni, és szeretné, hogyha a civil egylet beszámolóján itt lenne. Úgyhogy ezért meg átváltoztattuk egy kicsit a napi rendi pontokat, úgyhogy most igen. Úgyhogy ez az oka. De a következő válasz. És bocsánat, akkor, hogy gyorsítsunk, akkor ez a negyedik napi rendi pont, a következő a Faluház és Ravasz László könyvtár beszámolója, a január havi szakmai munkáról, valamint a februári tervekről, akkor ezt a két napirendi pontot tárgyaljuk egybe, ebben is gyorsítunk, nem kell kétszer szavazni, fel lehet majd tenni, úgyhogy mondjátok el így akkor egymás után be. Igen, jó? Köszönöm. Igen. Jönnek a kormányáim is. Tehát a februári beszámolára készültünk. Külön figyelmet szerintünk, és Horváth Gábor kollégám készült, hogy általuk kultúrás intézményeinek az üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatást is elmondjuk, és akkor átviszadnám a szót Gáborgnak. Múltkori ülésen már nagyjából jelentem, hogy mennyire próbáltunk ugye egyszerűséggel foglalkozni. Most már van egy január, sőt, igen, van egy január elejé adatunk is, ami bővült ugye az előző beszámolóhoz képest. Köszönjük ezek, hogy engem az tudni kell, hogy lássuk a számot, én is. De jól nézze, hogy nem sok vált, tehát hogy mi leálltunk ugye a tervekhez, értem, leálltunk 15 fokra, de karácsony után bezártunk, mármint, hogy leállt a házat. És ennek ellenére, mivel hogy hát ez egy nagy épület, gondolom én, meg hát ugye ez a rendszer, hogy nem számok alapján nem, tehát hogy kb. Ugyanúgy maradt az elektromos fogyasztás, azt tudni kell, hogy ez abszolút, ez a két tarifás áram, stb. Csak nem láttam nagy változást, hogy azt mondom, hogy 3000 kilowatt körül volt maga a fogyasztás, pedig mi abszolút megtettünk mindent, tehát abban az egy szempontból tényleg mentünk 15 fokra, de hát ugye azt tudni kell, hogy itt egy 300 literes puffer tartályról beszélünk, amit annak ellenére, hogy lejjebb mentünk, az folyamatosan azért ugye fönn kell tartani ezeknek a klímaberendezéseknek, illetve azzal, hogy lementünk és januárban visszafűtöttünk, ott is ugye szokták mondani sokszor, hogy ez, hogy az ember ugye leül, és utána visszafűtés mondjuk több energiát fogyaszt, tehát azt mondom, hogy ez számilag annyira nem bukott ki, de több sejletkeresebb se kb. Ugyanaz, tehát hogy azért játszottunk ott a hőmérsékletekkel, de ennek ellenére, mivel ez egy, gondolom, ez a rendszer, ez nem kapcsoltuk a rendszer, csak úgymond a hőmérsékletet picit visszavettük. Illetve én megmondom, hogy azt hittem, hogy a januári melegek miatt akár sokkal jobban szenvedhető lesz ez a változás. Ez annyira nem bukott ki, de effektív, nem tudom, tehát hogy minden működik. Egyébként most pont a fűtésszerelőtre, mert valami mi van éppen a rendszere, van kis megszakítókat cseréltem, már jöttem át szaladva. De azt mondják, hogy ez is normális, hogy két év után vannak ezek a relé kapcsolók, amik azért egész nap folyamatosan dolgoznak, kivel kapcsolatban, most azokat cseréltem, mert ez a fenkol rendszer nem úgy akart üzemelni. Most már jól összedolgozik a rematronik, mert ugye tudjuk, hogy itt a gázrendszer volt, nem maradtak a régi radiátorok, és azon is sok problémánk volt, amíg ezt össze tudtuk hangolni, mert annak ellenére, hogy azt mondták, hogy a rematronik részéről ez működni fog,
miután már a 28. ember sem nagyon tudta összehozni, akkor meg azt mondták, hogy nem, soha nem fog működni, tehát nem vicces volt, ugye, de már a főnök is ezt mondták, hogy oda deigeítottam, ez olyan érdekes volt a végén már, amikor látták, hogy nem nagyon akar összejönni, akkor azt mondták, hogy hát nem is fog, hát akkor miért mondták az elején, hogy ez működhet, de most hál' Istennek ez nem volt ez a probléma, mert mióta érzékeli a reumatológus rendszer egy külső lőmérővel az alsó új rendszernek a puffertartályát, úgyhogy most már egész jól elbeszéljük, tehát hogy abszolút azt kell mondani, hogy a gázt egyáltalán nem fogyaszt, csak a meleg vízhez használni, de mind már is nem köszönjük 10 köbméterek havi szinten, tehát hogy szinte semmi. De a fűtés pedig, hát mekkora háznánk, azt gondolom, hogy ez egy dátum, mikor a napelemek is sokat segítenek. De azt majd azt, mert aztán a szaladók nem tudom, ezt a visszaszámlát, ezt talán évekre egyszer csinálja az ember, ezt majd akkor fogjuk látni. De szépen termelnek azóta, azt is most már mi fülek ötöttük, arról is havonta beszámoló, és azért napos időben is nagyon szép termelésünk van, tehát bármit, hogy a napelemmel. Csak azt is azt kell tudni, hogy ha ugye folyamatosan nem használjuk vissza, akkor a vissza megy a rendszerbe, mindig ugye rá van működve az elműrendszerre, csak hát sokkal olcsóban veszik meg, utána, amikor szükség van rá, sokkal többé adják vissza, tehát hogy ez sem annyira, tehát hogy ezt beszéltük már, hogy akkor a leghatékonyabb a napelemrendszer, ha azt a mennyiséget, amit megtermel, azt föl tudnánk használni. Ugye ezt beszéltük múltkor is, illetve a másik házban, ha valamit el kitalálni, hogy köszönjük szépen, hogy tisztelt elnökök, tisztelt bizottságok! A Rossz László Emlékház januári munkájából továbbra is szakmai munkája további is a bűnteményi elállás bűvkörében zajlott. A muzeológus asszony folyamatosan dolgozza a fele bűnteményi tárgyakat. Itt kapcsolódóan megjegyzem, hogy így a könyvtár helytörténeti anyagából is dolgozik. Várhatóan 2023 április végére fejezi be a leltárba vételt, köszönhetően a sok adományozott tárgynak. Illetve már az adományozásnál tartunk, akkor átadnám a szót kolléganőmnek, Évának, aki itt ma említette meg, hogy az ő részéről is történtek lépések, hogy gazdagodjon, nem is egy gyűjteményünk, de a tárgyi eszközállományunk. Köszönöm szépen, hogy újra elmondhatom, hogy egyre közelebb kerülök ahhoz, hogy át kéne hozni már körülbelül a március folyamán. A lelkészasszony, Ipolypásztori lelkészasszony odaígért nekünk kettő nagyon szép padot, aminek én most megkértem a méretét, hogy lehet, hogy butaságot mondok, de van egy ilyen platós autónk, és azzal el tudjuk hozni mindössze egy órai út. Hát nekünk nincsen, de mondjuk a hátszérnek megkérjük. Csak így tippeltem, hogy valami megoldást igen, mert nagyobb oldal van adni nekünk, és hát ezt már decemberben említettük, és most teljesen egyenetlen van, úgyhogy várjuk, hogy jöjjünk. Csak ennyi, amit hozzátennék. Köszönöm. Na, köszönjük szépen, ez jó hír. Folytassuk. És kapcsolódóan a megelőző bizottsági ülésekhez, ugye próbáljuk előkészíteni, hogy az ingatlan hasznosítása körében, a vállalkozási tevékenység körében a marketing tevékenységünk erősödjön. A küldetés nyilatkozat nem csupán marketing tevékenység, de ez is elkészült, és több megkeresést eszközöltünk civil szervezetek, illetve egyházi intézmények felé, annak érdekében, hogy a Rossz Emlékház épületében tartsák a rendezvényeiket. Továbbá a magánszektor, magánszemélyek, illetve a cégek irányában is készítettünk többféle megkeresést, illetve anyagot. Továbbá az újságban a hirdetés készülhet, laktuk labzát, reméljük, hogy ez meg is fog jelenni. Most a nyomdai verzión dolgozunk, még különböző nagyobb kinagyított képekbe egy prospektust készítünk így. Vannak megkereséseink 2023-as évre, esküvői és egyéb magánrendezvényre is. Ennek kapcsán ki szeretném emelni, hogy nagy reményeket fűzünk majd ahhoz, amikor a klubhelyiséget be tudjuk rendezni, hiszen méretéből adódóan, és nyilván a béleti díj is ennek megfelelően ugye csekélyebb, azt gondoljuk, hogy így a környéken, meg a helyi közösség körében ez egy hiánypótló béleti konstrukció lesz ilyen kisebb magánrendezvényekre.
A marketing kölcsön keretében egy új fórum az esküvő helyszínen is hirdetünk, ahogy ez elhangzott a megelőző üléseken. Jönnek a megkeresések, úgyhogy az lesz több találkozónk is már a hónap folyamán is, így folyamatosan nyári őszi esküvő vonatkozásában. Január 22-e, 23-án elindultak a faluház állandó programjai, nyitottunk, biztosítani tudjuk a 18 fokot, sok néha több már 18 fokra adunk állítva. Visszajöttek a csoportok, kivéve sajnos két jóga csoportunk elment, ők nem tudták kivárni a januári nyitást, reméljük majd idővel visszaérkeznek. Látható, hogy több jogánk van, alapformáló torna, pilátesztárcsi, kempó, szenyor torna, felnőtteknek. Megy továbbra is a közösségi pingpong, a családsegítő szolgálat is nálunk működik. A Ripacsok Amatőr színjátszókör, márciustól indul a Matér Barás való tanfolyama, felkázzal elindítjuk a kerámia szakkörünket felnőttnek, felnőtteknek és gyerekeknek, illetve a mézes kalácskészítő workshopunk, tanfolyamunk is beindul. Most egyre nagyobb az érdeklődés a művészeti csoportok iránt. Éppen most tervezzük Zsófival a tojásfestő tanfolyamot is, Bombos Beatrix-szel. Gyerekprogramjaink maradtak. Ovis torna, akrobatikus torna, művészi torna, Iron Mami, Baba Mama torna, zenebölcsés, színi tanoda, civil csoportjaink a cserkészek, illetve a Baba Mama klub. A Faluház állandó csoportja, Rupacsok amatőr színjátszókör és a Lálatorosi Szekérszínháznak volt két nagy eseménye, amelyről kérem Jólát, hogy számoljon be gyorsan. Jó részben voltunk, mint ahogy említettem, hogy a Jó részi asszony című darabot nagy sikerrel játszottuk két helyen, Lácon és Leányfalon, és ott volt a Jó részi polgármester feleség, egy egész csapat, akik erre kíváncsiak voltak, úgyhogy meg is hívtak bennünket, 28-án ott voltunk, 28 és 29-én januárban. Köszönjük szépen a buszbérlés lehetőségét. Nagyon nagy létszámú közönség nézte, nem csak jó résziek, mert jó résziek még 1600-an sem, mint lélekszám. Igen, és jöttek a környező falvakból, mert kíváncsiak voltak erre a történetre, hogy milyenek olyan a jó részi asszonyok, és mi nem csak a jó részi asszonyoknak a tulajdonsága, hanem egy olyan nemes dolgot vittünk a színpadra, hogy a siketeknek az iskolája hogyan épült meg 1799-ben. Nagyon nagy sikere volt, úgyhogy most ez folytatás, kértek tőlünk egy olyat, hogy mi lenne, ha egy másik darabot is a Ripacsok vinnének, úgyhogy már április 2-án a Ripacsok újra jó részre mennek, az ilyen Lepsénynél még megvolt, egy vidám zenés darab, erre is kíváncsiak, úgyhogy ezt is meg tudjuk szervezni, tehát folytatódik ez a kapcsolat. A másik pedig kérte a Móricz Zsigmond iskola, hogy legyen Csokonai Vitéz Mihályról valami műsor, adtunk egy órás, majdnem másfél órás műsort, 23-án, január 23-án, és hát ott is 120-130 gyerek nézte a Karminét. Nagyon nagy örömmel, mert hogy nem csak magáról a Karminéról, hanem egy színházi kulisszatitkokat is mutattunk a gyerekeknek. Úgy mondtuk le, hogy fölhívtuk őket, és velük szerepeltetünk szöveggel a kezükben. Kisminkeltük őket, hát nagyon nagy mulatság volt, hogy a Karnyóninak a két szelebúdiát fölöltöztettük meg a Sami Bólom gyermekét. Tehát belevontuk őket a játékba, és úgy érzem, hogy nagyon jó szájvízzel mentek el. Nem egy olyan kötelező órát tartottunk, hanem telekuriózunk valamiben, hát ők nem voltak még otthonosak, de nagyon tetszett nekik. Köszönöm. Köszönjük szépen. És akkor visszakaptam szót, a Ravasz László könyvtár is csatlakozott a Magyar Kultúra Napja alkalmából megnőzett programsorozathoz. Seffer Erzsébet előadása, beszélgetése zajlott a 21-én 3 órakor a Faluház színház termében, a könyvtár és a TMK szervezésében. Azonokból a Faluházban 100 körül volt az előre regisztrált látogatók száma, és ennek megfelelően ugye a terem az meg is telt. Hát nem tudom, aki ott volt az előadáson, az
tudja, hogy nagyon nehéz szavakba foglalni, ugye az irodalmi, kulturális értékén túl azt az emberi közelséget, meg közösségépítő erőt, amelyet Erzsike, nem úgy Seffer Erzsike, nem a Böske, Seffer Erzsike közénk hozott, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, és amúgy mondani valójának, történet füzéreinek az átívelő motívuma volt az egymás felé való nyitottságra buzdítás, és örömmel tapasztaltuk, hogy a könyvtárban is utána a könyvtárlátogatók visszajelzései, illetve a helyi közösségünk tagja is ennek hatása alatt még nyitottak egymás felé, beszélgettek, azt tudunk, hogy közösségünkben sok a magányos ember, akiknek egy jó szó vagy egy jó beszélgetés az sokszor többet jelent, mint bármely más érték, és ez nagyon szívhez szóló volt, megható volt, a legközelebb Seffer Erzsébet ismét a vendégünk, ezt mindenkit buzdítok, hogy jöjjön el, mert azt gondolom, hogy vidámabb és jobb ember lesz tőle, hogyha ezt végig hallgatja. A könyvtár szakmai munkájához visszatérve, a téli szünetet követően 12-én csütörtökön nyitottunk, a korlátozott nyitvatartásnak megfelelően üzemelünk, zöggenőmentes az olvasószolgálat is, illetve az állomány gondozás is, néha-néha beugrunk, így zárvatartás alatt is, amíg nem fázunk, így Pakol, illetve Szentelére a PMK-val azért eljárunk könyvekért. Azt említettem, hogy igényeltünk, és kaptunk is egy új számítógépet és vonalkód leolvasót, üzembe helyeztük, az adatállományt átmentettük az új gépre, továbbá még a drive-ra is lementettem mindent, hogy meglegyen a géptől függetlenül, és ez a digitalizáció, amit múlt év őszén végeztünk, tehát követeléskezelésben, értesítésekben az működik. És azt látjuk, hogy az olvasók részéről ez a fajta automatizált kommunikáció, ez elérte azt a hatását, hogy akkor kevesebb a kénytlenségünk, a késedelmünk, hiszen az olvasók írnak, ma is több 10 e-mail volt a hosszabbításokról, telefonálnak, illetve ellátogatnak. Tehát az olvasószolgálat ez zökkenőmentesen üzemel, az állománygondozás terén pedig ki szeretném emelni, hogy rendszeresen elég sok felajánlást és ajándékot kapunk. Ugye a felügyelőbizottság Nevelős Géza úr is rendszeresen vendégünk, így a táskáival, a CD-ivel, illetve a könyveivel. Nagyon köszönjük a könyveket, amelyeket tudunk, beveszünk továbbá az óvodának, illetve más célra is felajánlunk, amit nem tudunk bevenni a hely szűke miatt. Rendeltünk is most sok könyvet, elég sok kedvezményes áru lehetőség volt ebben a hónapban. Nagyságrendileg 50, de most már több dokumentum, tehát könyv jelesül, került beszerzésre és bevételezésre. Tudnék, hogy olvasó, hogy nagyon örülnek neki, kiemelésbe se tudjuk tenni, már elviszik. Tehát azt gondolom, most mind gyermekkönyvtár részben, mint pedig a felnőtt irodalomban is elég sok dokumentummal gazdagodtunk. Március 15-a az éves statisztika elkészítésének a határideje, ezt már elkezdtük készíteni, ez egy komoly adattartalom szolgáltatásáról van szó. Én azt gondolom, hogy február végére ezzel végzünk a könyvtárat tekintve. A Faluház január 21-én nyitott, Seffer Erzsikének az előadásával, utána a DND életét és munkásságát bemutató kültéri kiállítást nyitottuk meg, melyet dr. Boka László irodalomtörténész szakmai referens nyitott meg, közreműködött Boka Éva színművésznél. Ez a kiállítás 4 hónapig látható, ezt jó sokáig hagyjuk, mindenkinek ajánljuk egy nagyon szépen összetett program, és este 10 óráig van megvilágítva, tehát este 10 óráig nyugodtan el lehet sétálni és olvasgatni a kiállítást. A kérdés megnyitó után a Faluház Színház tervében Eperjes Károly színművész és
Négyesi Katalin Gordonka művész előadása volt látható. Teljes teretház, tehát azt hiszem a Teofolt látta, hogy ez a tipikus, amikor a Csilláron is teljes teretházban voltunk. Csodálatos este volt, eredetileg tervezett egy órás műsor helyett 2 órát kaptunk, de úgyhogy nem is vették észre, tehát nem is vettük észre, hogy 2 óra eltelt. Köszönjük neki nagyon. Illetve másnap, január 22-én, itt most rosszul írtam, a Runner Quartetnek az előadását kaptuk meg idén is, az új évi vendéglátását, melyet a Törlei Perskő támogat. Tehát maga a Perskő Fesztivál zenekar a zenészeinek a előadása után mindenképp pohárból tudok, Perskővel tudok kocintani a boldog új évre. Ilyenkor kilépül egy egyszernek, nekünk nem kerül ez semmilyen költségben. Ők adományt kapnak végül is a közönségtől. Reméljük, hogy júniusban úgy beszéltük meg, hogy jönnek vissza. És akkor a február programokat gyorsan elmondanánk. Már lezajlott a cirkusz előadás, kerámia szakkor indul, mézes karács készítő workshop, keresztény farsangi bál pénteken, február 17-en pénteken 4 órától, február 18-án télűző falufarsang a baktársulattal a Villa Leányfalu parkjában, ez a Ravasz László emlékház parkja. Itt egy kis forrad volt, egy kis tea, szóval a bábégetésben. Gondoltunk egy bábégetésbe, ezt mindenhol megkérdezni. Felvonulása 11-esen, ez az igazi farsangi hangulat, jól elkergetjük a telet, tehát mindenkit szeretettel várunk. Majd február 23-án csütörtökön 6 órától összetartozásunk jelképe és farkaslaka, Hadnagy Jolán, Farkaslaki Tamási Áron Művelődési Egyesület vezetőjének körbemutatójára várunk mindenkit szeretettel. Meghívott vendégek Börner Jött, illetve Földi László és Földi Kovács Anyja. Február 25-én szombaton a Ravasz László emlékházban a kommunikus áldozatának emléknapjára emlékezünk, majd utána a faluházban a dr. Semjén miniszterelnök helyettes ural, Jakó Ákos beszélnek. Erről később. Igen, lesz napirend. Köszönjük szépen. Parancsoljatok, hogyha kérdésetek van, akkor... Hát ezek szerint nincs. Akkor nagyon elégedettek vagyunk, és nagyon szépen köszönjük a munkátokat, és kérem a bizottságot, hogy fogadjuk el a tájékoztatót. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egy hangú. És akkor most jönne a javaslat a Lányfalusi Civil Egyet, Lányfalusi Polgárőrség, Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület, a Vöröskő Önkéntes Tűzoltó Műszaki Mentő és Vízimentő Egyesület, valamint az 1004-es számú Szent Anna Csendészcsapat 2022. évi beszámolóinak az elfogadására. A jegyzőasszony az anyagot megküldte, tehát mindenki el tudta olvasni, és gondolom el is olvastátok. Tehát én azt javasolnám, hogy a itt megjelent civil képviselőktől ne kérjünk beszámolót, mert azt megismerkedtünk, hanem hogyha valakinek kérdése lenne ezzel kapcsolatban, azt tegyétek fel. Ha és amennyiben nincs, akkor megköszönjük a civilek munkáját, és elfogadjuk a... Nem előlegeztem meg, csak mondom, hogy ha és amennyiben, akkor jó, mert itt vannak az anyagok, részletesen megkaptuk, föl van az itt, mindenki megkapta, úgyhogy... Parancsoljatok, kinek van kérdése? Elnök asszony. Polgármester. Nekem mindenki az nem, de mindenkivel tudok beszélgetni amúgy. Viszont itt azt mondom kérdezném Antal Zoltán úrtól, hogy esetlegesen erről a TAUS beruházásról pár szóban, mert a testület lehet, hogy most nincs a bizottság teljesen képbe, hogy mire készülünk ebben az esztendőm lesz, ha megosztanád velünk. Azt is fel van kapcsolatban. Igen. Nem ismerem, hogy az egyébként a sportegyesületnek vezető, egy szék, az már eltűnt. Vedd el a széket, és ide, faradj. Hát tulajdonképpen a sportegyesület életének a legnagyobb beruházásra készülünk. Tavaly beadtunk egy pályázatot az MLS TAO programon keresztül,
kis csúszással, mert itt tavaly minden csúszott, november végére polgármesterünk András napjára kiadták az engedélyt, hogy megépíthetjük a kis pályát itt a régi salakpálya helyén. Ezt egy lekortán pályára tervezzük, Andrással meg sokkal egyeztettünk. Elsősorban műfület szeretünk volna, mert futballra az a legjobb az élő fő után. De mivel a fenntartása, illetve a fáknak a levélhullása ezt nem engedi, mert az nagyban károsítaná minden évben, ezért úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk beadni erre a műanyag borítású pályára. Kivételes engedélyt kaptunk, mert az MLSZ ezt nem támogatja, de az eddigi munkánknak kapcsolatai miatt kiadták az engedélyt, hogy akkor lehet rekordtán pálya. Most olyan stádiumban vagyunk, engedély megvan, ez fönt van Lányfalunak a honlapján is, a pénzgyűjtésnek a szakaszában vagyunk. Ez körülbelül 60-65 milliós beruházás lesz. Ez mind a TAO programon keresztül megy. Az önkormányzatnak ebben tulajdonképpen nem kell pénzügyileg részt vennie a megépítésében. Most úgy állunk, van, lesz egy nagy támogatónk, egyelőre nem akarom elmondani, mert tulajdonképpen nem is lehet ezeket így nagy nyilvánosságra verni, hogy ki lesz a támogató. 99%-ban a pénz, én úgy látom, hogy egy hónapon belül meg lesz. Utána a kivitelező már megvan, és akkor el szeretnénk kezdeni ezt az egész építkezést. Ez úgy fog kinézni, ugye 20-40-es pálya, ami a régi, az lesz egy műanyag burkolata ellátva, tehát alárolgozva, ahogy szakmailag ezt ki kell vitelezni. Körbe labdafogóháló lesz, a két oldalán két 3x2-es kézilabda méretű kapu, illetve 4 streetball palánk is lesz. Tehát ez nem csak a focistáknak lesz jó, hogy így mondjam, hanem tehát le akarnak jönni és játszani szeretnének a pályán. Ez is szolgálna Lányfalut tulajdonképpen. Tehát a Lányfalut első beruházásában működne. A világítás az már megvan, azt ahol sikerült, hogy azt megépíteni, pénzt és mindent beszerezni rá. Ahhoz még kellett az önkormányzat 30%-os támogatása, a maga az a pályaépítéshez már nem kell. Tehát most tulajdonképpen így állunk ezzel a projekttel. Arra gondoltatok, hogyha jönne az árvíz a rekordtárral kapcsolatban, akkor mit, hogy tudtok védekezni? Semmi, ez tulajdonképpen egy betonfelület, amire rá van húzva egy másfél centi vastag ilyen műanyag bevonat. Tehát ez nem bántja az árvíz. Tehát utána ezt le kell mosni és kész. Tehát ez csak azért kivitelező szerint. Azért kérdezem, mert annak idején, amikor még én voltam a polgármester, akkor lehetett volna pályázni oda, és pályáztunk volna, de tekintettel arra, hogy mivel árvízveszélyes terület volt, azt mondta, és az olyan, ha 35 millióba került volna ott a pálya, akkor azt mondták, hogy nem, mert ha és amennyiben a víz elviszi, akkor azt vissza kell téríteni, vissza kell adni a támogatási összeget. Szóval akkor nincsen, ezt körbejártátok. Tehát ez olyan, mint a víz, azt sem viszi el az árvíz, hanem lemossuk és megy tovább. Most ehhez tudnám hasonlítani. Mert ezen is van egy beton, egy aszfalt réteg, és arra teszik rá ezt a granulátumos réteget. Szóval ez körbejártátok, hogy az árvíz nem volt. Kivitelezővel ez közölve volt, hogy ez egy árvízes terület, ugye azért nem lehet műfület csinálni, mert a műfület viszont azt megemelni, azt elviszi. Hát azt nem tudjuk megtartani. Jó, oké. Jó, köszönöm. Parancsolj. És amikor ez elindult a gondolkodás, ugye akkor Zoltán azt mondta, hogy ezzel igazából van egy olyan szándék is, hogy a focipályát, mint olyat ők használják, hát nem ők, hát a laikus focisták használják, és hogy ez a kispálya viszont nyitottabb dolog lesz, tehát ez nem csak ők használják, hanem lesz lehetőség, hogy civilek is menjenek keretek között, nyilván gyerekeknek, iskolába is, tehát hogy ez nem az lesz, hogy csak a focisták fognak focizni, hanem nyilván abban az időszakban, amikor a focipálya már sáros, vagy nem lehet használni a nagypályát, akkor ők is használják, de hogy lesz lehetőség arra, hogy iskolások leüljenek, vagy hétvégente lesz olyan időszak, amikor gyerekek használhatják. Nyilvánvalóan használni mindenki szeretné, de a karbantartás, a fenntartás az egy nagy teher lesz, és nyilván ebben meg megint csak rájuk kell, hogy támaszkodnak, hogy amennyiben ők ezt vállalják, ennek a karbantartását és fenntartását, akkor a szabályokat is együtt kell megalkotnunk, hogy mikor kik mehetnek oda. Én bízom benne abban, hogy szeretném azt, hogy lennének olyan lehetőségek, hogy mondjuk hétközben lennek ilyen sávok, hogy mondjuk
összeáll egy közösség a faluban, hogy apukák, anyukák fociznak, akkor lesznek ki, hogy szerdán délután 4-5-6-ig ki lehet adni ezeket is én időságonként. Ezeket majd át kell beszélni, tehát a működtetése az még egy komplex feladat lesz, illetve hogyha egyszerre mennek oda többen, akkor hogy lehet ezt meg kell találnunk, de ennek ugye akkor jól értem, hogy ez továbbra is megvan ez a tovább az egész. Mindenképpen így szeretném, mert ugye sok helyről támadtak minket, hogy bezárt a focipályát, nem lehet használni, ennek fenntartási okai is vannak, tehát nem lehet úgy beengedni az embereket koordinálatlanul. Ez a pálya, mivel hogy tulajdonképpen most mondjuk azt, hogy betonos, tehát ez nem annyira igényli a karbantartást, mint mondjuk egy élő fű. Tehát azért szeretnénk, hogy ezzel megnyugodjon tulajdonképpen Leányfalu is, vagy akik ezt szeretnék használni, oda be lehet menni, természetesen ugye ezt is olyan feltételekkel használni, ami a működését meg tudjuk tartani, tehát nem biciklivel belőni, kutyát sétáltatunk meg, ehhez hasonló. Viszont, amit András is mondott, hogy ha bejelentkeznek csapatok, mondjuk itt szeretnének edzeni, vagy mérkőzést játszani egymással, baráti társaság, vagy bármi, sajnos ezeknek már ki kell találni egy bérleti díjat, amit ők bejelentkeznek mondjuk szerdán 4-6-ig, akkor a pálya biztosan az övéké, de ezért nekik majd valamit fizetni kell, mert ezt a pályát is valamivel fenn kell tartani. Mert biztos, hogy lesznek sérülései a pályának, ki kell javítani, a levelet mindig le kell róla szedni, tehát lesznek olyan költségek, ezért találtuk ezt ki, hogy szabályozott körülmények között lehessen játszani, pénzért, de mondjuk ha valaki be akar jönni a gyerekével streetballozni, jöjjön. Tehát ez természetesen, ezt nem akadályozhatjuk meg, nem is akarjuk nem akadályozni. Tehát ez egy közösségi tér is lenne. Tulajdonképpen ebbe szerintem sokkal így kész lenne ez a Ravasz László emlékpark tulajdonképpen, akkor minden rendben lenne. Tehát most már csak ez a kérdés, hogy ha nem is ettől a befektetőtől, vagy CAO szponzortól, ha nem tudjuk beszedni a pénzt, akkor következő lépésként meg fogjuk oldani mástól. Tehát ha már egy projektet megnyertünk, azt addig fogok menni, amíg az ki is lesz vitelezve. István, most még egy fontos kivitelezés. Tehát itt a kivitelezés ugye egy jelentős fizikai tevékenység lesz. Ezt majd hogy lehet megoldani? Erről még egy pár szót. Tehát mondjuk a betonozás... Hát ezt mindenképpen beszéltünk a biciklúton keresztül, ki kell sajnos lebonyolítani, de a kivitelezési összegben van helyreállítási költség is. Tehát azt mi is tudjuk, hogy ennek lesz egy bizonyos kára, amit nekünk helyre kell rakni. És ebben az összegben ez is, a kivitelező ezt is beegyezítette. Tehát az van, hogy valószínűleg a hajóállomásnál átkerül majd a biciklúton egyszer, aztán a zöld területen ott a szégyen mennek, és egyszer még egyszer visszajön. És akkor lemegyünk ott a alsó kapon, ahol ez a lomtáról is. Igen. Tehát két ponton biztos, hogy fog sérülni a biciklút, sajnos, de ez benne van a költségvetésben ennek a helyre. De a másik 2 millió forint van a helyreállításra, szerintem abban meg lehet csinálni, úgy gondolom, azt a két szakaszt. Még valakinek kérdés, igen? Köszönöm szépen. Padunk lesz nekem. Már hogy le tudják tenni a igen, leülni, ha valaki szeretné nézni a mérkőzést. Arról hát ez csak kívülre, tehát a labdafogó három kívülre. Ezt most azt mi anyagilag nem tudjuk állni, de mondjuk itt a focipályáról, amik kint vannak paduk, azokat át lehet vinni ideiglenesen, de a TAO pályázatok megmondják az is, hogy ilyen pici lelátócskákat építsünk, hát ezt következő pályázatokba kell majd belerakni. Tehát így ilyen két soros nem az kell, hogy most 20 ezer ember férjen rajta, csak ilyen két soros tényleg beteszi a cuccát, lejön, nézi, hogy játszik a gyereke, vagy teljesen. Igen, erre mondom. Tehát a következő lépésként ez is a tervünkben van. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha ez a labdafogó hálóval van kerítve a pályán, akkor azt hogy tudjátok megoldani, hogy bérleti díjhoz kötitek a pályahasználatot? Tehát ez azt feltételezi, hogy... Lesz egy kapu, tehát hogy a kapun ne jöjjön, tehát egy kapuval van elzárva az egész... Lesz egy bejárat. Lesz egy bejárat, igen, és ez kulcsos, vagy az... Hát most ez nem lehet kulcsos, tehát jó, legyen kulcsos, mert éjszakáig zárjuk be. Tehát észre, mert most is nem tudom, biztos sokan tudnak róla. A Dunaföldi labdafogó hálónkat egy jópofa ember 2 hete péntekén felgyújtotta. Tehát az volt a szerencsénk, hogy a biztonsági őrök pont kint voltak az önkormányzat, tehát dohányos szökők bontották el. Tehát ha nem veszik észre, akkor az egész sor leér. Tehát visszatérve a kapura, mindenképpen kapu kell, ugye? Azt be lehet zárni éjszakára. Említetted a közösségi használatot, apuka a gyerekével streetballozik, vagy egy kapura hát rúgdos.
és jön a társaság, akkor ti menjetek le. Tehát ezt előre kommunikálni kell, hogy szerda 4 órától 6 óráig nem használható, mert mit tudom én, a kis Béla jön a társaival. Tehát valahol ezt nekünk majd rendezni kell, hogy addig te is tudd, hogy akkor neked el kell menni, mert 4 óráig szabad most a pálya. Tehát ilyen pályahasználati rendet tulajdonképpen meg kell majd alkossunk. Illetve javasolnám, hogy akkor a hölgyek programjaival is legyen összefésülve, mert nem ismerem azt az ifjú párt, aki éppen úgy akarja kimondani az igen, igen, hogy valaki egy luftot rúg és hangulat kifejezést. Pont a napokban gondolkoztam arra, hogy olyankor viszont, amikor egy esküvő vagy teljesen mindegy, tehát egy olyan rendezvény, ahol nem írjuk a sport, akkor meg kell zárni, ezt ki kell tenni, hogy a rendező miatt zárva. Ennyi. Tehát az mindenképpen. Még az a másik, amit még nem találtunk itt tulajdonképpen, hogy palánkkal körbe vegyük el, vagy nem. Tehát még majd ezt el kell döntsük, hogy tehát így akár közösen is. Hanghatás miatt is, palánk hangos. A hanghatás miatt hangos, de viszont... Hanghatás miatt hangos, de a sport szempontjából jobb. Mert például, ha neki fut a labdafogó hálónak, az hamarabb lesz a kart, mint ha neki megy a palánknak az emlékkel. Tehát ezt ki kell találjuk, hogy legyen, ne legyen. Mondjuk Ákosnak jogos volt a felvetése, de tekintettel arra, hogy, hogy ugye a Ravasz László Emlékház parkjának a gondozását is te végzed, ezért a kommunikáció ez adott. Tehát ha ott valami kerti rendezvény vagy valami, tehát akkor szerintem akkor ott nem lesz a... Nem, de hát ezt én is természetesen persze, hogy jogos volt a felvetése. Teljesen jó. Ez is villanyfényes, te vagy ezen is lesz világítás? Ezen már van. Tehát ez üzemel, csak nem használjuk már ezt a csúnyaság. Most úgy üzemel, hogy kiforgattuk a nagy pályára, és akkor ott világítottunk a két rejtőre. Köszönjük szépen, van még esetleg parancsa. Iker Zsuzsány. Egy kérdésem van, nekem nem volt túl szimpatikus ez a bérleti díj szedése, nekem erről korábban, erről nekem nem volt tudomásom, és amikor ugye legelőször polgármester úrnak volt ugye ez az ötlete, hogy azon a területen egy ilyen közösségi pályát hozzunk létre, akkor föl sem merült ugye az, hogy ezért bérleti díjat szednénk, úgyhogy én majd erre szeretném, hogyha amikor ugye eljutunk oda, akár a pénzügyi bizottsági ülés keretében ezt mondja, ezért jobban gondoljuk át, hogy ez mégis hogy mint történne meg, tehát milyen karbantartási költségeket kell önöknek, ugye, mert ugye ott van a mi tornatermünk, ahol amit ugye ténylegesen ugye egyesületeknek többek között, ha jól tudom, akkor önöknek is, igen, kiadjuk, tudom. Viszont itt cserébe ugye ennyi, tehát ilyen karbantartási költségek valószínűleg nem árulnak önökre, úgyhogy ezt már ezért érdemes átgondolni, pláne amiatt, mert ugye itt a legfőbb cél, azt hiszem, hogy az volt, hogy legyen egy olyan közösségi tere a fiataloknak, akik ugye szeretnek tényleg akár kosarazni, ugye említette a különböző pálya lehetőséget, kosár... Bocsánat, Zoli, azért várd meg, hogy befejezem, mert a jegyzőkönyv vezetés miatt tudod, mert hogy... Lehetősége. És én pont annak örültem, hogy mondjuk akkor tényleg mehetnek oda a már nagyobb fiatalok gyereke. Tényleg nem kell, tehát hogy én nem ennyire szabályozottan gondoltam volna, hanem úgy, hogy itt tényleg van egy ilyen közösségi tér. Az egy más kérdés, hogyha értelemszerűen ott éppen esküvő van, de az többnyire ugye nem a hétköznapokat érinti, akkor azzal ugye lehet egyeztetni, de hogy én egy picit olyan, tehát rugalmasabban képzelném el ezt a közösségi tér használatot. Igen, ebben is van igazság tulajdonképpen, meg ez a pálya, ez már itt van, már 40 éve legalább, tehát ez mindig is tulajdonképpen ilyen közösségi tér volt, csak az utóbbi 15 évben ugye elhanyagolásra került, mert nem volt a sportegyesület sem olyan helyzetben, hogy ezzel tudjunk kezdeni, valamint az önkormányzat sem. Tehát ezt azért találtuk ki, mert ennek lesz fenntartási költsége. Most mi ezt nem tudjuk vállalni, akkor ezt viszont, ha mi építjük, tehát saját erőből tulajdonképpen önkormányzati segítség nélkül, valakinek fel kell tartani. Tehát ha mi nem tudjuk, akkor az önkormányzat ezt fel tudja vállalni, ezt a fenntartást. Tehát ez azt jelenti, mert mondjuk nyáron nincs is nagyon fenntartási költség, de hogy elkezd hullani a levél, ez szinte egy-két naponta a levelet le kell róla takarítani, hogy ne legyen balesetveszélyes a pálya. Tehát hogy erre
egy embert, vagy bárkit, ha az önkormányzat tud erre biztosítani, és ezt tudja állni, akkor nem kell bérleti díjat szedni. Esetleg érdemes egy költségkalkulációt, ezért mondtam, hogy megnézni, hogy ténylegesen milyen költséggel jár egy ilyen pályának a karbantartása, mert ezek korábban sem számolt igazából polgármester úr sem, csak mint ötlet merült fel, hogy ott jó lenne egy közösségi pálya létrehozatala. Még annyi, hogy és tulajdonképpen ezt nem is Bányfúrás se szeretné ezt a pénzt beszedni, hanem ez menjen a önkormányzat számlájára, és akkor az önkormányzat abból a pénzből tudja a fenntartást csinálni. Érdekes, mert akkor átgondolni, hogy tényleg, hogy kinek mi a felelősség ebben. Hogy a pénzügyi bizottságra légyen kedves, akkor esetleg egy napirendben hívd meg a Dolit, és akkor ezt tárgyalja meg a pénzügyi bizottság. Amikor aktuális, akkor erről beszéljünk. Köszönöm szépen, Szabó Péter. Nekem csak egy értelmezési dolog, hogy abban viszont van fantázia, hogy koordinációs költségként szedjük be a díjat, ami azt fedezné, hogy a kommunikáció, hogy mikor foglalt, mikor nem, tehát hogy ezzel kapcsolatban egy ilyen, nem tudom, adminisztráció. Tehát az mindenképpen van fantázia, mert azt viszont nem kéne, hogy bezárjuk olyanok elől, akik valóban használnak. De lehet, hogy ezt most kell beszélni, csak bedobtam gondolkozásra. Még annyit, még mondatot szólhatok azért, hogy megérjük. Robi, bocsáss meg, csak azért, hogy a Robi is, mert hát ha, és akkor együtt beválaszolnál a parancsolját. Bocsánat, de szerintem a Zoli elmondásából legalábbis számomra egyértelmű volt, hogy a lakosság nagy többsége, aki egy gyerekkel, két gyerekkel le akar menni, az ingyen használhatja. Akkor kell ezért fizetni, hogyha azt akarja, hogy csak ő, és csak abban az időpontban használhatja, hogy kvázi előjogot vásárol azzal kapcsolatosan, hogy szeretné a pályát használni. Jól értettem, Zoli? Akkor ez szerintem teljesen rendben van. Tehát ha különbözni akarok a többségtől, és azzal kapcsolatban nekem igényei vannak, akkor azért fizetek. Ha viszont ugyanakkor szeretnék menni, mint amikor más is szabad a pálya, akkor az viszont ingyen van, és akkor a közösségi cél az megvalósul. Igen. Köszönöm. Akkor még Ákos, és akkor utána. Csak Robit erősítve, tehát tudva azt, hogy 12 fiú össze, vagy 12 hölgy focizni, az mindenhol pályabérlethez van kötve, tehát hogyha arra valaki szervezetten két csapattal jön, szerintem sem skandalum pénzt szedni, akkor, hogyha valaki ezt tényleg közösségi sportként használja, családbarátok ott gurítgatnak, akkor ez teljesen normális. Valamiféle alapképzésre azért lesz szükség, vagy tartalékképzésre, mert azt vegyük tudomásul, hogy ez a rekordtán, ez egy sérülékenyebb anyag, mint mondjuk egy aszfaltpálya, vagy egy talán még ettől a csalaktól is sérülékenyebb. Tehát itt azért ennek nem 100 plusz 2 év lesz a szavatossága. Szóval ez tud szakadni, ez tud kopni. A pótlása vagy a javítása 5-10-15 év múlva biztos, hogy költséget fog generálni. Tehát ezzel kapcsolatban körülbelül 10 évet mondanám, hogy 10 év múltán kell ezt a 1-1,5 centi kukoréteget kicserélni. De az már nem 60 millió, hanem 5, most csak mondtam egy számot. Még a béléssel kapcsolatban annyi, hogy mi azért bizonyos órákban, amikor olyan a mi pályák, azért a lányfúrás se szeretné használni. Tehát ezeket mi lekötnénk azokat az órákat, ami akkor nem mindenki. Tehát ez teljesen egyértelműen az önkormányzat megbeszélésével, hogy nem fogunk oda megyünk, hogy most a miénk, hanem ezt előre közölünk. Akkor a pénzügyi bizottság elnöke jelezni fogja, amikor úgy, és akkor eljössz a délre. És amennyiben nincs kérdés, köszönjük szépen. A többi civil szervezettel kapcsolatban, vagy a beszámolókkal kapcsolatban parancsolok. Most, hogy többen megjelentek, szerintem adjuk meg a lehetőséget. Fölkészültek, összeszedték a gondolataikat, illetve ez egy bemutatkozási lehetőség is itt van a kamera. Tehát, hogy aki szeretne, hogy csak mindenkit bátorítunk, hogy amit el szeretne mondani, azt mondja el. Az a kérdésem, hogy maximum 5 percben jó, hogy menjünk tovább. Tehát, mert ugye itt van, például ez fönt van az interneten, csak én azért mondtam, elnézést kérek, mert ugye az anyagot kiküldjük, és fönt van az interneten, én nem a szót kívántam elvenni tőlük, hanem azt mondtam, hogy feltételezem, hogy minden képviselőtársam elolvasta az anyagot, fölkészülve jött el a bizottsággyűlésre, hogyha kérdése van ugye, a civil szervezetekhez, akkor az fölteszi. Tehát most annak akkor
ha és amennyiben ezen a mesdjén haladunk tovább, akkor ennek nincs értelme, hanem akkor ugye itt minden civil szervezet elmondaná, hogy mi a véleménye, de természetesen a 104-es Szent Anna Cserkész csapat képviselő, gyertek ide és mondjátok el, amit szeretnétek. Ami ezen kívül van, jó fiúk? Tehát amit ebben ezen kívül, amit úgy gondoltok, hogy még ránk tartozik, az köszönettel veszik. Szeretnék itt nem bemutatkozni, tehát vagy nem elszámolni, tehát veszünk csak bemutatkozni. Úgyhogy aki fővelem érdekel, azok szeretnek találjuk a beszámolókat, és én engem Szilágyi Péternek hívnak, Sára, Tagó Sára pedig az egyik helyettesem, és igazából mi a helyi csapatnak vagyunk most a vezetői, úgyhogy most éppen 222 aktív taggal működünk ebben az évben, úgyhogy ezen bemutatkozunk szívesen, és egyébként, ha bármi kérdés van, akkor állunk mindenki rendelkezésére, úgyhogy is köszönjük a támogatásokat. Ha lenne valami olyan, ami ebbe a beszámolóban nem szerepel, és fontosnak tartjátok, azt azért érdeklődéssel hallgatjuk. Igen. Egy közös projektünk mindenképpen van maga a Cserkész Otthon, és ennek a beázása, hogy most mi a legutóbbi állapot, és röviden, hogy tudjátok, hogy van egy komolyabb probléma is ott az Orvillában, ez érdemes talán. Hát az első esemény, ez ugye a fának a rádülése volt tavaly évben, de azt most nem is említjük. Ott a kerítés az, ami leszakadt, úgyhogy az, ami foglalkozni kell, hogy ne legyen veszélyes a gyerekek számára. Most az elmúlt egy-két hétben a nagy esőzések következtében elkezdett beázni az épület, úgyhogy nyilván nem a legújabb állapotú a helység. Most egyelőre páratlanítókat kezdtünk el beüzemelni, most több szülőpár ajánlott összesen három ilyen szerkezetet, ami azért jól összegyűjti a párát, úgyhogy most igyekszünk minél szárazabbra hozni, ne penészedjen akár lehetőleg jobban a helység, de erre most hosszú távú megoldást nem tudunk eszközölni. Úgyhogy reméljük, hogy nem lesz sok nedves hónapunk. Annyi, hogy a salakos pálya alatt van, ez egyfajta félpince helység, ha jól mondom, és ott átszivárog a víz valahogy a salakos pályán, és hát maga az a helység ázik, amivel már korábban Péterre foglalkoztunk, de nagyon sok milliós lenne ennek a rendbelakása, úgyhogy, és két évig nem ázott be, előtte igen, most megint beázik sajnos. Tehát a sok első következtében eléggé büdös, dolgos helyen kell lenni a cserkészeknek, de legalább adhatunk. Még annyival egészítem ki, hogy mindenki el tudja képzelni, hogy ez egy ilyen teknőszerűen gyűjti össze tulajdonképpen abban a talaj rétegben a vizet, és az a fronton, ahol egy ilyen fal van, egy ilyen melvét fal, föl van falazva, azon keresztül, illetve vannak áttörések, ilyen kémény vagy szellőző áttörések, annak mentén szivárog le. Tehát nem maga a födém, hanem ezeken a csomópontokon, és akkor így csurog be. És nyilván azokon a részeken kezd el penészedni. Jól mondtad, tehát két évvel ezelőtt volt nagyjából egy hasonló beázás, azután úgy tűnt, mintha megszűnt volna, most megint sok volt a csapadék, és megint ez történik. Reméljük, hogy nem lesz ez így gyakori, mert hogy nincsen pénz a csapatnak, hogy nem tudom, 20 millió forintot elköltsön, vagy 30-at a födém szigetelésre. Éva? Nagyon szép beszámolót készítettek a cserkészek, és nagyon köszönöm nekik, nagyon szép és jó. Én is ezt szerettem volna, hogy én tartom a kezembe, hogy ez egy üde szép volt, ezt már a múlt alkalommal is megköszöntem a bizottság nevében, hogy jó kézbe venni, forgatni a színes mellékleteket, és ebben tényleg mindent megtudunk. És sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. További munkátokhoz. Köszönjük szépen. A többi civil szervezetnek is köszönjük szépen a beszámolót, és az is nagyon szépen. Köszönjük, köszönjük szépen. Akkor nincs kérdés? Nincsen kérdés civil szervezetekhez. Akkor tájékoztatót köszönjük, és javaslom, hogy a civil szervezetek beszámolóját fogadjuk el. Aki ebben egyetért, az kézfenntartásra jelezik. Köszönjük szépen, és köszönjük a megjelenést. Majd telefonozok, hogy bocsánat, nem válaszoltam, meg kell esetleg holnap. Nem tudom, nem vagyok a megbeutatók. Köszönjük szépen. A hetedik napirendi ponton következik a kommunizmus áldozatainak emléknapjára összeállított program ismertetése. Ügyvezető igazgató asszony és irodavezető asszony. Vigyázzatok, mert ez a következő, úgyhogy vegyétek vissza egyel a... Igen.
Ifjúságközszabházon február 25-én szombaton 2 órakor nyílik meg Márton Áron Erdélynek Római Katolikus Egyházának püspökének életét és munkásságát bemutatott kiállításon. A kiállítási anyagot a Keresztényerokkal Népvártól kaptuk, készen ajándékba, tehát nem kölcsön, de nem kellett be teljesen kérítésmentesen jutottunk hozzá, csodálatos anyag, kiváló kurátorokkal. A kiállítást dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes nyitja meg. Tehát 2 órától február 25-én szombaton a Javaslászló Népházban. Közreműködnek Hegedű Zsuzsa református lelkészasszony, ő énekművész, énekes. Nagyon szépen köszönjük Csőfek úr a csellóművésznek és három emberi a zongoraművésznek, hogy elállalták a lép előadást kapta, illetve Vasdali László hagyományőrző zenét. A kérdés menítő után 3 órától átsétálunk a Faluház Színház termébe, ahol is dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettessel, akkor most beszélünk, köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket. Körülbelül egy másfél órás esemény lesz, tehát az egész program 5 órakor egészen biztosan véget ért, tehát 2 és 5 óra között zajlik majd az esemény. Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Köszönjük szépen. Kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, akkor köszönjük a tájékoztatást, aki elfogadja a készfenntartásra jelentet. Köszönöm, megállapítom egyhangú. És akkor most a március 15-i programtervezetet légy olyan kedves. 2023. március 15-e, 10 óra 30 perckor koszorúzása Hősi emlékműnél. Majd átsétálok a Faluház Színház termében, ahol köszöntőt mond a Dorján András polgármester. Ünnepi beszédet mond Gróf Péter Lévész, görgei szakértő, egy nagyon izgalmas Visegrádon él, nagyon izgalmas előadás várható. És a műsorok idén és így minden március 15-én a Leánt Boni Móni Zsigmond Dárdás iskola 4. osztályosainak tanulói adják, felkészítő tanár Barbóc Tinnel. Itt látjátok a képét, a fotót, Török Tihár szolgálászművészt, aki most január volt 30 éve, hogy elhunyt, ő alkotta a Hősi emlékművet, és rá emlékezünk. Esetleg Csaba, hogyha... Igen, csak megvárom, hogy befejezd, és akkor majd mondom, igen? Hát a tragikus hirtelenséggel 38 éves korában mondja. Ja, nem az, hanem hogy a program is mentető. Mondanám azt, hogy ugye csak még nem tudom, Zoltán atyával egyeztettél, mert minden nemzeti ünnepünkön Szent Mise szokott lenni, avval kezdődik, hogy az most 9 órakor vagy fél 10-kor kezdődik a Szent Mise, mert hogy mondtad, hogy fél 11-kor kezdődik a koszorúzás, gondolom 9-kor, 10 és akkor. Tehát Szent Mise szokás szerint minden nemzet, és akkor utána koszorúzás, és átjövünk ide. Igen, Török Rihárd egy nagyon tehetséges szobrászművész volt, 30 éve, hogy elhunyt, és ma beszéltem, a Török Boldog kézilabda szövetségi kapitány, aki világbajnok lett a női kézilabda csapattal, és olimpiai 5. helyezettek lettek, Bodi bácsinak a fiáról van szó. A Mátyás király út 36 alatt van a nyaralójuk, ez tulajdonképpen a Rihárd vette meg ezt a házat annak idején, ez egy régi parasztház, amit nagyon szépen rendetett, és hát a édesapja, édesanyja aztán ott éltek így egész májustól októberig, hát most már Bodi bácsi elment, Editke és a testvére Marika vannak itt kint nyaranta. Én ma felhívtam őt telefonon, és elmondtam, hogy ha nincs ellene kifogása, akkor ezen a bizottsággyűlésen szóba hozzuk a évfordulót, és a képviselőtestület nevében meg is hívtam őket az ünnepségre, úgyhogy azt mondta Editke, 89 éves, ugye, de jó állapotban van, szóval úgyhogy sétál, ugye ott laknak a Stefánia úton, ugye a Népstadion a szembe, és akkor át szokott menni a Szoborparkba minden nap, és úgy körbejárja. Ő azt mondta, hogy örömmel eljön. Hát a mise egy kicsit korán kezdődik, de a testvére Marika garantálta, hogy majd fölkelti korán, és autóval kihozza. Úgyhogy esetleg,
ha és amennyiben lehet majd, és az idő nem korlátozza, akkor egy 3-4 mondatotra kapjon lehetőséget ő is majd a történész úr előadása után. Vagy akár ott is, csak hát ott esetleg a hűvös van, vagy valami, onnan már igyekszik mindenki átjönni, de majd azt rátok bízom csak, hogy akkor jó. Köszönöm szépen. Az ünneppel kapcsolatban van valakinek kérdése? Mert nincs, akkor köszönjük a tájékoztatót, kérem, fogadjuk el. Igen, köszönöm, egyhangú. 9. napi rendi pontunk a idei falunap programista. És ugye előző kultúrai bizottság ügyesen már kitértünk volna, de túl korainak találtuk, és nem is voltak még olyan felkészültek a hölgyek belőle, úgyhogy most már biztos többet tudtak mondani, parancsolja. Tehát az előző bizottság ügyesen megállapodtunk abban, hogy továbbra is a helyi felépőket fókuszálunk, hiszen így élnek, és őket kívánjuk bemutatni. Úgy gondolom, hogy nagyon sok kiváló művészélet lehet, amit tehát teljesen jó, és köszönjük, hogy jönnek hozzánk. Idén is a Villa Leányfalu partja lenne, a kultúri színpadon lenne a helyszín. Időpontja július 22-e, amit most jelen pillanatban mindatároztunk meg, mert ez esik a szeptember napjához a legközelebb, mindig úgy, hogy szeptember napjához a legközelebb eső hétvége. Július 22. Július 22. Ez jó, ugye András? Mert az atyát megkérdezhetjük, hogy Burcsú Mikor lesz pontos, hogy melyik hét véget lőtte be. Még holnap menjünk egy főt. Szerintem ezt a 22-t lőtte be. Igen? Igen. Meg gondolom egyeztettek. Holnap végére járom, még esetlegesen biztosak legyél. A színpad technika, fénytechnika szervezés alatt van. A helyi fellépők délelőtt gyerekprogramok bábelőadás, hagyományőrző játékok, ugyanúgy, mint tavaly itt lehet is látni. Talán emlékeztek, hogy nagyon kedves, régi típusú hagyományőrző játékokkal váltuk a gyerekeket, nagyon szerették. Akiket felkértünk, Nyári Gert és Tűzkő Sándornak az előadása, minden évben nagyon szeretik őket, mindig máshoznak. Illetve az Alma Együttes, az Alma Együttesnek a zenekari vezetője itt a Lányfalon, itt hát abszolút jutányos áron vállaltam, hogy akkor előad nálunk és fellépnek nálunk, ez a délelőtti műsor a gyerekeknek. Délután főzőverseny a Dunaparton, szokás szerint, és utána felnőtt programok, helyi zenekarokkal fókuszálunk. Most Lovagromival beszéltünk, minden évben jön, most egy egészen másfajta zenekart állított össze. Cselei Tamás reméljük, hogy ide sikerül felnőttéként felkérnünk Hasztali Kásta és Szabó Enikőt, őket továbbra is számítunk, a Vigyad zenekar fiatal művészeire is, és úgy lesz ki, hogy sikerül az első emeletet elhoznunk. Éppen most egy szponzorációs megbeszélésen vagyunk, valószínűleg sikerülni fog, és akkor lesz egy nagy első emelet koncertünk. És majd végén a Madarak utca bárjával zárnánk az eseményt. Nem DJ, mert régen úgy csináltuk mindig, hogy DJ, de most az élő zene jött be, és akkor a Madarak együttesnek táncolhatna a közönség. Most ugye a program sűrűsége meg a fellépők fontossága miatt éjfélig tartana, hogyha hozzájárultok. 10-től éjfélig lenne a DJ, a Madarak, és akkor 9-től lenne az első emelet, tehát előtte a Vigad, tehát hogy így szépen egy nagyon tartalmas sokszínű, tehát sokfajta zenekart sikerült itt, nem tudom, látjátok-e? Hát én úgy gondolom, hogy minden réteg kultúrás igényt ki tudunk így elégíteni. Bocsánat, igen, mielőtt Évának megadnám a szót, mondanám, hogy a ülés kezdet előtt kaptam egy telefont, hogy a első emelet együttesnek a szponzorja azt mondta, hogy rendben van, már csak le kell papírozni és a szerződést megkötni. Tehát, hogy ezt az önkormányzatnak egy filléribe nem kerül, de szóval meg lesz úgy, hogy 5 millió forintba kerül, állja a szponzor, úgyhogy egy jó kis műsor lesz. És kapjuk a színpadot. Úgyhogy... Igen, de szóval úgyhogy már csak a papírozás van hátra, de azt mondták, hogy jó
Parancsoljuk. Én csak a főzőversenyt kérdezném, hogy délután lesz, mindig délelőtt szokott lenni. Délelőtt lesz, csak rossz helyre írtam. Lányos zavarában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és most néztem, hogy... Szlávik Róbertől a felügyelőbizottság tagja, utána a polgármester a parancs. Szintén a főzőversenyhez lelkes indulói vagyunk, és szeretnénk megtudni, hogy mit kell majd főzni. Tehát trenírozunk magunkat, és sorra lemaradunk a dobogós helyekről, pedig egyre inkább jön fel a csapatunk, és szeretnénk méltó módon felkészülni erre a nemes eseményre. A következő bizottság ülésre akkor már meghatározzuk, hogy mi lesz hozzá. Körös, boros, marha. És pályamester. Dunai hal. Polgármester sütem. Ugye a gyerekkorunk olyan tejben gríz lenne, és azt kéne. Finoman. De ezt jó asaranyát szoktuk. Igazából évvel szeretném megkérni, hogy a polgárőrség minden évben szokott segíteni nekünk itt, hogy akkor idén is szeretnék, hogyha úgy tudnának ráérni a tagok, hogy akkor részt vegyek ebbe a rendezvényben. Jó? Köszönjük szépen előre, és az eddigieket is mindig köszönjük, hogy ott vagytok. Szabó. Köszönöm, közben megnéztem, hogy Zoltán, hogyha 23-ára tervezített, akkor ez az a hétvége. 22-23, jó. Ez az egyik, a másik meg, hogy a Lanner Quartet az nem ezen a napon, ugye a nyári esetre, minden esetre, amikor legutóbb itt voltak, akkor velük mentem ott ki, és lelkesen nézték a színpadot, és nagyon tetszett nekik, ezt csak gondoltam, hogy tehát mint helyszín az a terület, úgyhogy ez csak egy visszajelzés, hogy jól sikerült ez a zöld sportos dolog, ez ezt tetszik mindenkinek, ezt én is hallottam, igen, és törtelik magukat, hogy felléphessenek. Lehet, hogy a Lanner Quartet is majd igen. Inti. Jó. Egyéb kérdés, akkor nagyon szépen köszönjük, kérem, hogy fogadjuk el, azzal, hogy következő alkalomra a menüt meghatározzák. Aki ebben egyetért. Köszönöm szépen egyhangú. Javaslata Leányfalusi olvasókönyv ismételt kiadására. Ők az előterjesztő, de az egyik szerkesztője Ékeli Edréné, múzeumpedagógus, Leányfalu díszpolgára itt van köreinkben, úgyhogy teliké megkérlek, hogy légy olyan kedves. Én közben odaadom ezt a példányt, hogy nézegessétek, aki nekem ismerős. Ismerős, nekem ismerős. Miután ebben az akcióban kettestársam, ugye Bedő Szilvi volt, így az előre egyeztetett szöveget fogom felolvasni. Tehát tisztelt Kulturális Bizottság! A Nemzeti Kulturális Alap könyvkiadás kollégiuma 2015-ben megjelent pályázata nyújtott lehetőséget arra, hogy beadjuk a Leányfalui olvasókönyv címmel anyagunkat. Az 500 példány számra 9 nyomdai nyílt terjedelemre pályázott a Faluház és Ravaszlászló könyvtár. A pályázat összeg 1.900.000 forint volt. A pályázott helytörténeti szövegtartalom nem törekedett teljességre sem a Leányfalun élő személyek, sem az életművek bemutatása terén. Ezen célokat az előszóban rögzítettük, de így is nehézé vált az eredetileg kiadásra szánt anyag felülvizsgálata, amikor 2016. júniusában Szelekovszki Beáta intézményvezető asszony tájékoztatott minket, hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatása az 1.900.000 forint helyett 1.000.000 forint lett, és emiatt maximum 200 példányban és maximum 80 oldal terjedelemben jelenhet meg a könyv. Így állt elő az a helyzet, hogy a szövegeket erősen meg kellett húzni, aminek következményeivel valamennyi olvasó ember tisztában van. Így állt elő az a helyzet is, hogy a bemutatón a köteles példányok után iskola, múzeum, könyvtára megközelítőleg már csak 100 példány maradt. A könyv kiadását teljes mértékben a pályázaton nyert összeg adta. A Móricz állandó kiállítás megnyitása következtében gyakran megjelenő média, a múzeumot látogatók egyre többen igénylik az olvasókönyvhöz hasonló munkák készhez vitelét.
illetve hosszú távon, ha sikerülne újból megjelentetni, a protokoll célokat is ki tudnánk vele, és az ajándékozásokat is elégíteni. Az újrakiadás lehetőséget adna az átszerkesztésre is, a kényszerűségből kihúzott részletek pótlására, valamint annak átgondolására, hogy a terjedelem miatt kimaradt szerzők műve is visszakerülhessenek az eredeti tartalomba. Egy átdolgozott bővített kiadású olvasókönyv megjelentetéséhez kérjük a bizottság támogatását. Köszönettel Bedő Szilvi székhelyemző. Köszönjük szépen. Az igazság az, hogy hát aki olvasta, nekem megvan ez a könyv. Tehát ez egy nagyon-nagyon olvasmányos leányfalú bemutató kis könyvecske, füzetecske, és ahogy én a faluba így mozgolódtam, és szóba jött ez az olvasókönyv, Annó Dacó már meg minden azóta is, még lányfalusiak is nagyon olvassák. Tehát én arra kérem először is beálljékat, hogy nézzenek már utána, meg tisztelettel jegyzőasszonyt is, hogy milyen pályázati lehetőség van, mert ebben a nehéz gazdasági helyzetben én tudom, hogy ilyennel előállni, hogy ezt most adjuk ki ezt a könyvet, az nem biztos, hogy menne, de esetleg pályázati segítséggel, és ha és amennyiben lehetne, akkor tudnék, én láttam azt a hiányzó 35 oldalt is elolvastam, ami kényszerűségből kimaradt. Tehát fantasztikus, nem tudom, biztos te is olvastad, Zsuzsa, ezt a könyvet. Nem olvastam ezt a könyvet, olvastam ebben. De most belelapoztál akkor. Nem, nem van, nem. Hát akkor ezt a 80 olvastad. Na, hát de kimaradtad meg. Azt nem, azt tudom, én arról beszélek, hogy aki olvasta ezt, hogy nagyon olvasmányos, nagyon jó. És így, ahogy mondta a Teri is, hogy szólóanyagnak. Tehát, hogyha jön valaki ide, most kap egy leányfalú borát, ami ráadásul nem is leányfalúi ugye a bor, hanem csak egy tasakban van, hogy leányfalú bora. Ugye? Most egy ilyet kap, egy könyvet. Szóval, gondoljátok végig. Tehát én arra kérem tisztelettel a bizottságot, én tudom, hogy most költségvetés rendelet alkotása előtt vagyunk, meg minden, meg így bele, nem is lehet azt mondani, hogy igen, akkor adjuk ki, de ha arra kerül a sor, hogy esetleg lesz pályázati lehetőség, meg minden, és ha valami kis összeggel esetleg meg kéne támogatni, hogy megjelenhessen, akkor tisztelettel kérlek benneteket, hogy támogassátok ezt, mert ez egy nagyon értékes kiadvány. És köszönöm szépen a munkátokat is, meg azt, hogyha akkor majd ebbe segítkeztek. Parancsoljatok, hogy akarol aki mondani valamit. Ha nem, akkor tisztelettel kérem, fogadjuk el a beszámolót. Köszönöm szépen. És remélem, hogy a támogatást is ilyen lelkesen fogjátok majd. Köszönöm. Köszönöm, Teri, hogy mindjárt ideadja, és ülök a helyen. De már nyugodtan. Átérhetünk a Gyulai ház sorsának alakulására, polgármester úrnak. Köszönöm szépen a szót. Igazából sajnos nem tudok hasznosabb információt, vagy komolyabb információt mondom, mint legutóbb. Tehát idén januárban még nem történt ebből lépés. Legutóbb abban maradtunk, hogy a család örökösei, vagy az örökösök fenntartják a szándékot, hogy vagy állami, vagy önkormányzati célokra. Hát főleg, ugye arra nem volt, hogy felajánlják, csak azt, hogyha ha tudunk előtt tárgyalni, akkor ők tárgyalnak velünk arra. Tehát addig nem adják el más magán becsüsöknek, ameddig van szándék arra, hogy állam, vagy önkormányzati megvásárlás, vagy felvásárlás, vagy bizonyos részletek átvállalása megtörténik. Erre várnak még, és korábban arról volt szó, hogy a miniszterelnökségből volt ilyen információ, hogy szeretnék, hogyha a Petőfi Ödön Múzeum ebben részt vállalna. Így gondolom, ők is a költségvetésnél vannak most, hogy ha meg lesz a költségvetés minden egyes intézménynek, akkor bizonyára világosabban látunk. Tehát azt gondolom, hogy még most veszély nincsen, tehát még... Viszont voltunk ott valamikor tavaly a hagyatéki
fogyatéki tárgyalás kapcsán voltunk ott tavaly össze, vagy decemberben valami jegyzőasszonnyal, és akkor a fogyatéki tárgyalás az ott lezajlott, az megvan, megvan az örököse, a testvérének a legidősebb fiatalára, Szandró, vagy nem tudom, legidősebb, de ő lenne az örökös, ez a része le van, és bácsak egy szó, és annyi az érdekesség, hogy voltunk benne is a szobákban, és akkor a Küllő Károlyjal voltunk, aki a gondok kifáradatot átlátja, és valamit le akartam menni, és mondta, hogy nem szabad, minden le van fényképezve, és ha bármi nem lesz meg, akkor nézzük, hogy hol van. Tehát olyan font, ami úgy lett láthatva a ház neki, hogy minden egyes falat lefényképeztek, hogy hol milyen tárgyak vannak, és hogy ezáltal, ha eltűnik valami, akkor azt vissza lehet követni. És ezek a tárgyok azok, amik a legértékesebbek, mert ezeket Marian mindig kirakta, mert hogy ezek voltak a legbecsültebb tárgyai, tehát a leghasznosabb és legértékesebb tárgyak ott vannak, és viszonylag biztonságban vannak ilyen szempontból, hogyha bármi eltűnne egy kis kép, és akkor ezt tudnánk, hogy mi az, ami eltűnt. Bocsánat, csak annyit szeretnék pontosítani, hogy én úgy tudom, hogy az örökös az nem a Szandró, hanem a Mariannak a húga, a Judit, aki Olaszországban él. Három gyereke van, két fia, meg egy lánya. És a Szandró az, aki tud németül az olaszon kívül, és viszont úgy tudom, hogy azt hiszem, hogy a Körlő úr nem tud németül, és ezért aztán a Szilvi úr, a kontakt személy, őt bízta meg a Marian, hogy a Szandróval tartsa a kapcsolatot, de és most az utóbbi időben nem jelentkezett a Szandró. Ezt nem tudni, viszont ami a kormány zati részről annyit szeretnék mondani, hogy a miniszterelnökség változatlanul támogatja, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum valamilyen formában, akár úgy, hogy bérelné a házat a családtól, és egy ilyen kutatóműhelyt rendeznének ott be, mert van ott egy kis kertészlak is. Tehát ott esetleg, és ez ugye a történelmi Magyarország területére vonatkozna, hogy onnan jöhetnének, tehát Felvidékről, Erdélyből, Délvidékről is jöhetnének kutatni fiatalok, és akkor ott meg tudnának szállni. Na most pillanatnyilag így, ahogy polgármester úr mondta, hogy ugye ez egy költségvetési tétel, tehát erre még döntés nem született. Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója is támogatná és szerezné ezt. Ha és amennyiben ez nem jönne létre, akkor arra szeretnénk lépéseket tenni, hogy a könyvtár, az a rész, ami ott van, amit Gyulai átköttetett, tehát az egy egységes, akinek megvan esetleg faksimilébe a kapcsos könyv, amit Arany Jánosnak adott 1867-ben, és azt úgy kinyitjátok, akkor látjátok, hogy egy olyan színes, ilyen pepita borítói belül, de most olyannal van, aki volt a Gyulai villában, az láthatta ott ezt a könyvtárat, tehát mondjuk ez a könyvtárnak egy része, de egy ilyen szobafalon végig, ami megy, hogy azt esetleg a hely és irodalom történeti kiállítóhelybe kaphassuk meg megőrzésre, hogyha és amennyiben valami más történik a villával. Tehát ilyen több irányba megy a küzdelem, még pontosan nem tudom, rélelem is. Itt még annyi, hogy az Ákos Krakóárkos volt, hozott össze egy szakértővel, aki a megfelelő intézményben a védetti nyilvánításokkal foglalkozik, és vele beszéltünk, és azt mondta, hogy van arra lehetőség, hogy Ákos is mondta, hogy esetleg az egészet egyfajta védelem alá rakni, ami azzal járna, hogy nem lehetne kivinni az országból, de azt mondták, hogy ezt nem javasolják addig, ameddig a családdal van egy viszonylag jó kapcsolat van, mert ez el tudja mérgesíteni a kapcsolatot, mert ezáltal nagyon drasztikusan beleavatkozik ebbe a dologba. Tehát azt mondta, hogy ha úgy látjuk, hogy indokolt, akkor el lehet kezdeni, és viszonylag gyorsan lemegy egy ilyen folyamat, de azt mondta, hogy ameddig úgy néz ki, hogy a család együttműködik velünk, addig nem érdemes, mert az azt jelenteni, hogy akkor az ő jogaikat erősen megnyilvánnánk, és ezt nem veszik általában jó néven a örökösök. Még a hagyaték is tárgyal, szóval nincs végzés magyarul. Hagyatéki végzés még nincs. Ez a Szandró nevezett úr szombattól itt van Lányfalun, még ma is itt volt, fönt lakott a Székely Villában, vagyis lakik. Igen. Uh-huh.
Légy a kérdés a tettes társadalnak. Előtte kellett volna mondani. Jó, jó. Nem mindegy, de akkor a Szilvének. Köszönöm szépen. Hogyha itt hagyják, nem sok reményt fűzök ahhoz, hogy itt hagyják a könyvtárat, hogy átvehetjük, akkor én azt szeretném, hogy próbáljatok odahatni, hogy a szőnyeget valahogy. Mert tehát ez szinte többet ér majdnem, mint az a tárgyat. Nem többet ér, mert nem lehet festményés van állítani, de hogy hátha akkor azt hozzátartozó dolog. Ezt tudjátok a szőnyeg történetét? Mindenki tudja? Nem. Mire? Az egy perzsa szőnyeg, kézi perzsa szőnyeg, amit 384 az 32, 32 részből áll, és a például Görgei Artúr testvérének a felesége, meg ennek is bele van hímezve alulról, ugye, hogy ki csinálta. És így lett összeállítva ez a perzsa szőnyeg, ez ott abban a szobában van, ahol a könyvtár van. Tehát a Gyulai Pál utca felüli utolsó helységben van egy olyan, hát olyan körülbelül olyan 1,80x273 méteres gyönyörű szép perzsa szőnyeg kérdés. Ez a nagy érték, így ahogy mondja. De hát a Szendrei Juliának a képe is megjelenik. Ami van érték, hát majd meglátjuk. Jó, köszönöm szépen. Akkor vegyük tudomásul a tájékoztatót. És köszönöm Évának. Még hozzá szeretnék egy mondani. Ja, bocsánat, parancsolj. Nem láttam. Csak annyit szeretnék mondani, hogy említetted itt Demeter Szilárd főigazgató urat, a miniszterelnökséget, hogy én biztatnék mindenkit, és nyilván szerény körülményeim, vagy szerény lehetőségeimmel magam is jelentkezem erre, de ne legyen illúzióm, tehát hogyha a Petőfi emlékévben, amikor tényleg kis túlzással szinte számolatlanul van Petőfi emlékhelyekre pénz, hogyha ezt ebben az évben nem tudjuk rendezni, akkor a jövőben ez szinte lehetetlen. Tehát itt, hogyha Demeter Szilárd szerelmes a projektbe, és már támogatásáról biztosított téged, Csaba, vagy a polgármester urat, nem tudom pontosan, hogy ez hogy volt, akkor ezt vegyük elő, és ezeket az ígéretekkel szembesítsük őket, próbálok ebben segíteni én is, mert korábban is voltak olyan emlékévek, amikor ilyen novemberben még úgy rájöttek, hogy hú, maradt még benn pénz, szórjuk ki. Itt is, hogyha adott esetben nincsen minden forint lekötve kiadványra, konferenciára, bármire, akkor jelentkezzünk, és tényleg akinek itt van bármilyen fóruma, bármilyen nagyság felé, akkor az most ezt vegye elő, mert szerintem ha idén nem, akkor soha többet. Szóval én ezzel csak azt akartam mondani, hogy itt ne a csendes belenyugvás legyen, hogy ma erről beszéltünk, hanem az elkövetkező hetekben, hónapokban, ha ezt komolyan gondoljuk, akkor lépjünk a tettekhez. Ákos, nagyon köszönöm, ezt te elmondhattad, én ezt nem mondhattam el, de ugyanez a véleményem, én is így gondoltam, és én ezt jeleztem is bizonyos fórumok felé, de köszönöm, hogy te ezt így megfogalmaztad és elmondtad. Még egy mondat, hogyha akárkivel tárgyaltok, nem akárkivel, tehát olyan emberrel, akinek van szava, akkor én arra kérem, hogy 19. századi irodalmi szakértő legyen. Tehát az, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumból kijön valaki, aki érdeklődik, ez nem. Aki meg tudja ítélni ennek a súlyát, a kulturális értékét, tehát olyan szakértőt keresetek, annak nem akarom megnevezni, hogy kit jártak itt, mert ez nem arról szól, hogy kijövünk, megnézünk, minden jó, de hanem szakértünk, aki alátámasztja érvekkel, hogy ennek itt a helye, így ezért kell itt tartani, az irodalmi életben a helyét, miért van reneszánsz a Gyulainak, milyen kapcsolati rendszer, tehát ehhez még két mondani szakértő neveket, akkor megkeressük őket, de akkor segíts nekem, hogy szíves, hogy kifele érdemes, keresgélni. Hát ehhez kicsik vagyunk, mert azért hát, van egy hierarchia, na most a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, aki a költségvetésért is felel meg minden. Ha nem ő ad megbízást a szakértőnek, akkor mi itt, meg milyen alapon adunk mi, nem a miek, a ház, meg minden, mi esetleg orientálhatjuk. Szerintem van magához való esze, hogy meg fogja kérdezni azt, de köszönjük a felvetést. Fogadjuk el szerintem. Csak egy kérdés még, hogy mert itt említettek, hogy annak idején, amikor Demeter Szilárd erről a tudomást szerzett,
az már a benne lévő hölgy halála után volt, tehát amikor már üres. Nem, dehogy is, hát ez egy régi. Nem tudom, azért. Ez egy, majd megbeszéljük ezt most, nehogy. Jó, korábban már csak. Akkor Maria nem tudta még eldönteni, hogy életében, hogy mi legyen bele, tehát bizonytalan volt nagyon, és amikor halál után meg a helyzetet bizonytalan. Tehát így nem csak, hogy tudja a főigazgató úr, hogy azóta helyzet van és lépni kell. Tudja. No, akkor köszönjük szépen és fogadjuk el a tájékoztatót. Köszönöm egyhangú. Csetfalva település javára szervezett jótékonysági koncertek bevételének felhasználásáról szeretnék mondani nektek egy pár mondatot. Ugye Angelikának és kislányának, Flórának a jóvoltából a faluházban az újévi koncert nagyon szép bevétele volt. Ez pántlikázva Csetfalvának ment. Azon kívül a Vigad együttes fellépése is Csetfalvának ment. Közel 200 ezer forint, majdnem 300 ezer, mert 182, meg 80 valami. És a múlt héten fölhívott engem a polgármester asszony. A Karitász is adott Ezt a két összeget mondta nekem, hogy tulajdonképpen mire használhatják föl. És akkor, hát én azt mondom, hogy nem címkézik, az önkormányzat kapta, amire az önkormányzatnak szüksége van, és azt mondta, hogy hát nagyon nagy szükségük lenne valami jó minőségű, nagy teljesítményű nyomtatóra, és ilyen szkennelőre. Úgyhogy köszöni szépen, akkor ezt fognak belőle vásárolni, és amikor ezt megvették, akkor befényképezik és tájékoztatnak. Úgyhogy jó, akkor köszönöm szépen, akkor ezt ugye tudomásul veszitek, hogy ez így ment, ő visszaigazolta, és ahogy megvásárolta, elküldi, akkor aki ebben egyetért. Köszönöm szépen, akkor ebben a rendes napi rendeknek a végére értünk. Jönnének az egyebek, kérdő azt, hogy mondta, hogy szerette az egyebekbe valamit, hogy meggondoltad magad? Nem tudom, mit mondtam. Csak annyit mondta, hogy én is szeretnék valamit mondani az egyebekbe. Na mindegy, akkor én... Tessék, nem gondoltad komolyan, de eszedbe jut, akkor még... Arra szeretném kérni akkor a polgármester urat, hogy ugye közelemnek a kitüntető címeknek a javaslattételnek az időpontja, ugye márciusban lehet gyűjteni az aláírásokat, a jelöléseket, és az áprilisi képviselőtestületi ülésünkön meghozzuk meg a döntést, tehát hogy akkor ez jelenjen meg, jó, ez minden fórumon, esetleg a beájékat is kérjük, hogy a Facebookon is, ugye, meg hát ugye az újságban megjelenik, a hírlevélben megjelenik, ugye a honlapunkon megjelenik, meg mi is tudatosítsuk, hogy akkor ugye lehet a kitüntető címekre majd. Köszönöm szépen, én a magam részéről ennyit szeretem.